Ott szárnyalt a film szerintem. Csak ezt a monológot öt ember írta úgy, hogy nem tudták, hogy a másik mit írt. Hat misszionárius pózos szexuális taróval. Legyezel magad. Olyan pervert, úristen! Akkor egy kérdés, Black Sheep, ezt néznéd előbb, vagy a Mordekájt? Hello? Elbeszéltük. Filmbarátok Podcast. Sziasztok, itt a 122. Filmbarátok Podcast. Ahogy hallhattátok, új intróval jelentkezünk mostantól, sőt, több új intró is van, mert kiválogattam mindenféle jelenetet itt az adásainkból, és annyit kiszelektáltam, hogy többre is jutott hely, többnek is jutott hely, úgyhogy ezeket majd itt variálgatom. Hárman vagyunk ezúttal, Black Sheep felmentést kapott, mert pofátlan módon elment szabadságra, nem tudom, hogy képzeli ezt, de ugyanakkor minőségi cserét szereztünk ugyanabból a városból, és hasonló hangú ember van itt, nem tudom, esetleg valaki hallott már egy Sorter nevű illetőről? Hát azért bízom benne, sziasztok! Ki az? Így. Az alapító tagunk, Gergő, aki már hamarabb itt volt, mint hogy te. Hát én ilyen régi dolgokat nem hallgatok, nem tudom, hogy... A legközelebbi adásból szerintem mellőzhetnénk egy illetőt a jelenlévők közül. Nem Fredire gondoltam. Ó, mi ezt nem akarsz részt venni az adásban? Na, Gergő van még itt, aki nem volt volna rá. Csá, sziasztok! Ha esetleg valaki nem kapcsolt volna időben. Gergőnek hát egy kicsit ilyen nyúkicses stílusban adtad elő, Gergő, de amúgy igen. Homo! Götz! Tényleg, te is láttad a nyúkicset akkor? A lényeget, igen. Részvétem. Atyaik. A buszt, ami elcsapja a gyereket, azt láttam, úgyhogy... Igen, több ilyen. Én nem nehéz tovább lépni, tehát egy percesen megy az adás, és már a nyúkicről beszélünk, ez nem nagyon biztató. Érzem, hogy ez nem lesz egy jó nap. Gergőnek egy kicsit más hangja van, mert most nem nincs meg neki az a szokásos, csodálatos minőségű mikrofon, de azért szerintem így is jó lesz. Úgyhogy... Nyaral szegény, úgyhogy na, most így pihenheti magát. Így mindenkinek el egy kicsi ilyen, hogy egy picit így nélkülem van. Nem sűrűn, de néha jár. Igen, úgyhogy ezt nézzétek el nekünk, de remélem azért nem olyan vészes a hang. Na, milyen közlemények vannak itt. Így van, hát az elején muszáj megemlítenünk ezt a fantasztikus borítóképet, amit Kimitől kaptunk. Sorter, még ezen is rajta vagy egyébként, nem tudom, észrevetted a magadat? Hát volt sanszom rá, igen, tehát amúgy eszméletlen. Nagyon jó volt. De egyébként szoktam én is ugye a filmbarátok adásokat mindig ugye hallgatni, figyelemmel követni, és hát a borítóképeken mindig elámulok. Tehát az, amikor meg engem is rátesz valaki, azért van egy-két ilyen borítókép, hát az meg ilyen külön ilyen mekka érzés, tehát az valami elképesztő, tényleg lenyűgöző. Igen, úgyhogy hát a következő adásokban esélyes, hogy jóval többször hallhatjuk majd a Sortert, úgyhogy aki esetleg ilyen produktív lenne és kedveskedne nekünk ilyen borítóképekkel, akkor gondoljon Sorterre is. Bár te is a maszkoddal nem vagy a legjobb, hát, mint igen. Gergőn kívül most már gyakorlatilag mindenki. Tehát Zolit is ugye a szakállal eltakarta, igen, tehát igazából, igen. De az az érdekes, amikor rákerül valamelyikünk egy borítóképre, és már többször hallottam azt, hogy elkezdtetek így gondolkozni, most ez Black Sheep vagy Sorter, tehát hogy tényleg néha így nehéz. Sokszor még nekem is. Tehát van egy olyan borítókép, amikor a Aquaman-ként van fönt valamelyikünk, és én se tudom, hogy az melyikünk. Tehát azért az komoly. Szerintem a Black Sheep amúgy, de... Igen. Jó van, hát a Bad Movies videóknál azért lehet találni rólad képeket, úgyhogy onnan lehet screenshotolni, hogyha szeretnétek. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a fantasztikus borítóképet Kiminek, mert nagyon odabassz. Hát ez művészet, tehát már maga amúgy az alapposzter is szerintem állati jó. Tehát igen. Megláttam, hogy ilyen Alien poszter van, és holy shit! Csak ezért megéri elkészíteni a filmet, aztán utána látjuk, hogy még lehet rajta javítani, és akkor így ihaj-csuhaj. Mondjuk a boxolvasók már ismeretik ezt a képet, mert múlt hónapban ez volt a borítón, de Gergő, mivel nem olvasod, akkor ez neked láttam volt. Amúgy, tehát így tényleg nagyon szép, kurva jó. Király. Jó. Másik info, legutóbb Bence
filmjét sorsoltuk ki a népakaratában, úgyhogy ezt hallhatjátok majd az adás vége felé, nem a legvégén, mert ahogy ez az utóbbi adásokból megtanultátok, hogyha nem a végén van a népakarat a film, akkor az azért van, mert spoileres kibeszélő lesz, úgyhogy az utolsó előtti film lesz most a népakarata, a Vörös kört húztuk legutóbb, 1970-es francia krimi Alain Delonnal, és hamarosan sorsunk megint a népakaratában. Ugyanakkor még egy remek ötletem támadt itt, amit még nektek sem meséltem el. Izgulok. Megint feldobhatnánk ezt az adást egy kis hallgatói aktivitással. Itt minden intrónknak a legvégén van az, hogy Filmbarátok Podcast, így ahogy itt is halltátok az adás elején, és miközben készítettem az új intrót, így jött az ötlet, hogy ez olyan bénán jön ki, hogy bemondom, hogy Filmbarátok Podcast, és utána megint én jelentkezem, mert ti sose akartok jelentkezni és műsorvezetni, ezt már megszokhattam, de bár szorter akarsz. Én ezzel alól kivonom magam, mert én, mint ilyen egyszeri beugrós ember, hadd ne köszönjek már be, tehát ez alól én most mentesítem magam, úgyhogy Gergő, ezt a balhét neked kell elvinne. Így van, jó. De testvéred sem szokott, úgyhogy... Nem jellemző. Igen. De ezzel még változtatni kell. Na, szóval, azáltal, hogy mindig így magamat váltom ezzel a szignállal, úgymond, arra gondoltam, hogy sokkal jobb lenne, ha ti mondanátok el, hogy Filmbarátok Podcast, hogy, és minden adásban esetleg egy más hallgatót vágnék be. És ez nem kell más csinálnatok, mint egész egyszerűen elküldeni egy pár másodperces MP3-at, egy felvételt, ahol azt mondjátok, hogy Filmbarátok Podcast. Elmondhatjátok simán így, normálisan, vagy tőlem operett stílusban, vagy tőlem még egy böföghetitek a Filmbarátok Podcast, csak legyen valami, egyrészt legyen jó hangminőség, de egyszerűen legyen mindig valami más. De nem kell elbohóckodni, simán akarjátok kimondani, az is jó, és ezekből én nagyon szívesen mindig kicsemegéznék egy-egyet, és ezt vágnám így akkor az adás intrójának a végére. Mert szerintem ilyen tök jó visszajelzés, így hallani, hogy kik a hallgatóink egyetlen, még csak egy mondat erejéig, de akkor is. Úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit, aki ebben szeretne részt venni, az írjon a filmbarátokpodcast@gmail.com címre. Csak elég az, hogy kit mondjunk majd be, hogy ki volt az intróhang ezúttal, meg maga a fájl, ez egy pár kilobájtos kaland lesz csak, úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy mit hoztok ki ebből, hogy akartok egyáltalán ebben részt venni, ugyanúgy az én hangom mondja majd be, úgyhogy szerintem egy jó ötlet azért. Mit szóltok hozzá? Nem barátok podcast. Na Gergő, már is megvan a legközelebbi. Jó, nem, akkor... amúgy szerintem tök jó, kreatív, meg legalább tényleg ilyen színes, tehát hogyha mondjuk többen küldenek be, többfajta stílusban, többfajta lendülettel, többfajta hangtechnikával, szerintem tök jó is kisülhet belőle. Ja. Jó ötlet. Vagy ha tudtok valami egzotikus nyelvet, tudtok zulu nyelven, akkor mondjátok el zulu nyelven, hogy filmbarátok... Na, így vagy. Én egy ideig tanultam, ez rasszista volt. Nem, hogy majd akkor beküldök egyet. Mi tud zulu nyelven? Nem, latinul egy ideig tanultam. Latinul? Aha. De azt én ide már nem podcast, azt nem fordították fel soha. Tehát abban a néhány órában, amikor latinul tanultam, nem volt szó a Filmbarátok podcastről, úgyhogy arról nem tudok. Nagy hiba. Ilyen kevésbé érdekes témákról beszélgettünk. Pedig érettségi tételén azt hallottam. Na igen, hát most már az, amikor még én az őskorban valamikor érettségiztem, akkor még ilyenekről nem volt szó, ilyen kevésbé fontos dolgokról beszélgettünk annak idején, mint a hidegháború, meg a honfoglalás, meg ilyen abszolút mellékes standard dolgokról. Hmm. Homo. Götz. Jó. Érettségi ne kanyarodjunk ide mindig vissza, mert ez ide nem lesz. Jó. Na, szóval tényleg küldjetek be, én nagyon várom ezeket. Nagyon szívesen. Igazából plusz munka nekem minden utómunkánál, de ezt nagyon szívesen vállalom, mert ez egy ilyen tök jó dolog. És főleg hallhatnánk, hogy tényleg vannak-e női hallgatóink, mert így nagyon elenyésző a visszajelzésekből ítélve, de mindegyiknek nagyon örülünk. Szeretnénk nyitni a női front felé is,
akár csak úgy, hogy MS-ét aztán hamarosan újra visszahívnánk, mert ez is már nagyon esedékes. Jó, na, mi legyen? Sorter, te mint nagyobb szünet után újra visszatérő, mi legyen először? Sorsunk népakaratában, vagy villámkérdések? Népakarata. Megőrülök a kíváncsiságtól. Egyértelmű. Nem bírjátok ki. Gondolom ettől függ, hogy legközelebb részt veszel-e, vagy nem. Hát ez nagyon jó, hogy te mondtad ki, és nekem kellett. Na, ismerlek én titeket. Na, viszont most nagyon disznó voltam, mert nem készítettem elő a random.org-ot, úgyhogy most kell bevinnem, hogy 1419, múltkor megint frissítgettem pár filmmel. Na, 1419 film van, és most megnyom, hogy generate 1032. Már megint egy olyan film lesz, amit nem ismerünk szerintem. Gyerekek! Na, azt ez nem kezdődik jól. Én most nem tudom, hogy féljek-e, vagy örüljek. Gyerekek, hát ez nem igaz. Ezt a filmet. Na, Radírfej? Nem. Vagy szerintem a gyilkos paradicsomok a világűrből, a George Clooney-val. Nem, ez... ezt azzal a tudattal, erre határozottan emlékszem. Na, ez már rosszul kezdődik. Ez már pedig határozottan emlékszik, akkor ez gáz lesz. Versenyeztető nevű hallgatónk. Rottweiler, erre mondtad még ezt. Nem. És határozottan emlékszel erre. Igen, igen. Ja, igen, igen, az is, de ez is... Megmondom, mi a másik két film, amit ez a hallgatónk beküldött. Az első volt a Grinch. Igen. Második a Fantázia. Ez gondolom a Disney-féle. De igen, igen. És a harmadik az ettől teljesen eltér, mert ezt kérem szépen a hírhet, utánozhatatlan The Star Wars Holiday Special. Nem. Azt a rohadt. Hát ez nem igaz. Ez nem. És ezt még gondoltam is, hogy ezt átengedjem, vagy csapjon le a troll szűrő, de én úgy tudtam vele, hogy nincs az Isten, hogy ezt kisorsoljuk. Hát, persze, de ugyanakkor teljes egészében ezt még sose láttam, és valahol... De ilyenekbe bízol, egy felmész kíváncsiság hajtottál, meg egy Rottweiler után, hogy úgyse húzzátok ki. Na jó, de hát itt tudod, mik vannak még, tehát az... Nem is akarom, vagyis hát Úristen. Majd 10 év Bad Movies után azért szerintem van valami tippem, de szóval... Istenként. Ez volt már Bad Movies-ban? Biztos. Star Wars Holiday, és én nem vagyok hajlandó ezt megnézni, tehát én azért nem lett bemutatva, mert én nem vagyok hajlandó ezzel én leülni. Tehát épp kérdezni akartam, hogy ilyen vétójog nincs, az még a egyiptomi rabszolgáknak is volt, akik a piramisokat építették, nincs ilyen? Hogy... Mi? Hát azok arra vezetek, hogy meghalnak, vagy megcsinálják. Te most ezt akarsz választani? Igen, ember? Meghalok. Már értünk vétóval, de én nem szeretnék élni. Na jó, persze, hát megnézzük, hogy ne. Egyébként... Nem fogsz ráérni a következőnél, mi? Ilyet, amúgy igen. Nem, amúgy azért jó ez, mert bár a Star Wars Holiday Special szerintem azért nem egy jó alany, mert rengetegen bemutatták már. Hát főleg, amikor a 7. rész jött. Tehát akkor igen, szerintem nem volt olyan YouTube csatorna, ha nem tettek volna fel róla videót. Persze, és nagyon, nagyon igényes, nagyon jó bemutatók készültek belőle, de azért dacolok a gondolattal, hogy egyszer majd a Bad Movies-ban is úgy sort kéne rákeríteni, és most, hogy hát le is ülök majd megnézni, így elképzelhető, hogy ennek köszönhetően majd videó is lesz belőle. Nem tudom, aztán lehet, hogy igazából tök jó lesz, nem tudom. Tehát, persze. Tehát, ez 1 óra 37 perc. Azt hallottam, hogy majdnem olyan jó, mint a szürke 50 árnyalata, tehát semmi. Én is azt hittem, hogy nincs 1 órás, de... Mert ez mennyi, ez hány perces? 97. Perc. Na jó van. Az 94-jel több, mint amennyit el tudok viselni ebből. De aki, nem tudná, aki nem tudná, hogy mi az a Star Wars Holiday Special, ez az, amiből állítólag George Lucas az összes létező VHS kópiát felvásárolta, hogy ez eltűnjön a föld felszínéről. Nem végzett elég jó munkát. Igen. Hát aztán felvette valaki amúgy a tévéből, és akkor izé azt terjedt el. Tehát, hogy official kópia belőle nem nagyon van. Atyaik. Hanem az interneten itt kering, mint egy vírus videó. Ebben vannak ilyen LSD hátterű, ilyen táncjelentek, nem? Meg a Csubakka család, aki igen, csak hörögnek 10 percen át.
Igen, és, és benne van egyébként Harrison Ford, ha jól igen, mondom. Igen, benne van. Mark Hamill, tehát a Carrie Fisher is. Jó, most azért nem mondtam őket, mert azért Mark Hamill és Carrie Fisher azért akkora karriert nyilván nem futottak be. Most persze tudom, hogy nem szép dolog ez, hogy így mondom, mert mégiscsak a Star Wars-ban azért tehát főszereplők voltak. De például egy Harrison Ford azért tehát mégiscsak egy nagyon-nagyon nagy színész lett belőle. És hogy egy ilyen fosba, na mindegy, szóval nem gond, úgyis fogunk róla beszélni. Ja. Jó van. Jó film okay, lesz, jó én már várom. Nagyon jó. Azt a kutya felé. Én alig várom, hogy leülhessek ezt megnézni. Az a vörös kör az jobb volt szerintem. Jó. De micsoda kombó? Grinch fantázia, Star Wars Holiday Special. Hát az ilyen csupa ilyen ünnepi film, amúgy a Grinch meg a Holiday Special így egy. De jó. Nagyon jó. Mm. Black Sheep hogy fog ennek örülni, amikor megírjuk? Azt szerintem tökön szúrja magát. Zoli legkésőbb most szállt volna ki egyébként. Igen, hogyha ezután jelentette volna be a visszavonulást, azért az gyanús lett volna. Élő adásban, na jó van, császt. Szerintem így lesatlakozik, és ezt soha többé nem látjuk, de még az Otherworld-ön se. Szerintem Black Sheep meg, hogy ez meg tudja, vissza se fog térni amúgy otthonra. Tehát ez így dezertál az országba, egy olyan helyre, ahol nincsen internet mondjuk. Az óceán mélyére, vagy az űrbe. Ne viccelj, a Black Sheep ilyeneken edződik. Hát ilyeneket teszik reggelire. Sőt, szerintem ő már látta is. Biztos nem is egyszer szerintem. Nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem ő megnézte. Azt hiszem. De most lehet, hogy tévedek. Vagy csak akarta. Az lesz a kérdés, tudom. Hogy megnézi-e újra? Biztos, hogy nem fogja újra megnézni, amely egyszer látta, de nem tudom. Lehet, hogy már volt hozzá szerencséje, de ez majd kiderül. Jó van, na hát izgalmasnak ígérkezik a 123. adás. Tehát akkor nem lehet elégszer mondani, Star Wars Holiday Special lesz legközelebb népakaratában. Imádom ezt a robotot. Ünnepi adás lesz. Na, és érkeztünk a villámkérdésekhez. Az első kérdés Gergő hallgatón küldte be, ami igazából egy ilyen kis élménybeszámolóval lett megspékelve. Egy olyan témáról, ami már többször előkerült az adás során, de most van egy konkrét esemény, ami miatt ezt megírja. Szóval, kedves filmbarátok, kezdetek óta hallgatótok vagyok, ott voltam a 100. élő adáson is, de most nem is ezért írok. Tudom, már sokszor beszéltet azokról a bunkókról, akik sikeresen tönkreteszik más filmélményét a mozizás során. Egy aktuális esetet szeretnék megosztani veletek, remélem, hogy esetleg megemlítitek a podcastben, talán pont az élén kibeszélő alkalmával. Így van? Na, a sztori tehát a következő. Személy szerint gyakran járok moziba, azonban szüleimnek nem nagyon jut erre ideje. Ez itt gondoltam, mivel szeretik az Alien filmeket, hoppá, meghívom őket a Covenantre, az Arena VIP moziba. Ajjajjajjaj, na már, sejtem mi lesz ebből. Adjuk meg a módját. Eleinte nem is volt semmi baj, viszont a film kezdete előtt nem sokkal az előtérben feltűnt két srác, akik folyamatosan hordták a söröket magukhoz, jelentős mennyiséget halmozva fel. Reménykedtem, hogy nem ugyanarra a filmre jöttek, de sajnos ez nem jött be, ráadásul pont elénk ültek. Ez kellemetlen. Ahogy az várható volt, a sörök elérték a kívánt hatást, és konkrétan az egész film alatt vedeltek, így kocsmai hangulat költözött az egész kis terembe. Ráadásul ezt megfejelték azzal, hogy körülbelül 20 percenként jártak ki, gondolom, WC-re, plusz a film közben is egyfolytában hangosan kommentálták az eseményeket. Összességében elmondható, teljesen tönkretették a filmélményt, kevés választott el attól, hogy ne szóljak be nekik, de szerintem ezzel csak még tovább rontottam volna a helyzeten. Itt a kérdést is feltenném, ti mit csináltatok volna ebben a helyzetben, vagy egy hasonló szituációban? Remélem, ha felolvassátok, megosztjátok ezt az írást, akkor a fent említett két gyökér magára ismer, és mások is, akik nem valók emberek közé moziba. Köszönöm előre is, hogy időt szakítottatok a levélre, remélem sokáig hallgathatlak majd benneteket. Üdvözlettel, Gergő! Uh-huh. Na, mivel ti nem vagytok budapestiek, elmondom ezt az Arena VIP mozit, hogy ez micsoda. Ismerem amúgy. Én nem. De ilyen, mint beszámolnak kell. Ez egy olyan VIP mozi, ami igazából talán az a legfontosabb ismertető jele, hogy valami veszettő drága egy-egy. Tehát nem tudom, hol tart most, talán olyan 4-5 ezer forint. 4 ezer forint környékén van, azt hiszem. Uh-huh. Igen.
a terem az viszonylag kicsi, de ilyen bőrfotelok vannak, hátra lehet dőlni, ilyen lábemelők, ilyen elektromos lábemelők vannak. Én egyszer voltam ott, amikor sajtóvetítésen voltam még az Otherworldnek. Mit is néztem ott? Cukros néni, azt hiszem, Carmen Electrával, igen, azt hiszem, azt néztem. Nem tudom miért. És azt kell még tudni arra a helyről, hogy szóval kevés szék van, azok viszont nagyon luxus fotelok. Ugyanakkor, ami miatt ez a jegy még ilyen drága, hogy korlátlan ital és ételfogyasztás van. Ami gyakorlatilag abból áll, hogy az emberek ilyen szétzabálni mennek oda magukat, mert azt hiszik, hogy befizettek, akkor egy egész hétre valót kell ott megenni ebből. Ezt én saját magam is láttam ott, és több ember is mesélte, aki ott volt. Tehát nincs meg az a kellemes középút, hogy megeszem két szendvicset, vagy hármat, és ilyenek. Tehát ott tényleg kibejárkálás van film közben is, azért, mert elfogyott a nachos, meg én nem tudom. Úgyhogy igen, tehát akkor olvastam, hogy Arena VIP mozi, már sejtettem, hogy ez lesz a történet. Én soha nem mennék ebbe a terembe, mert pont ezért, hogy emberek nem tudnak viselkedni, az előfordul másutt is, de hogy ezért még 4-5 ezer forintért fizessek valamit, az teljesen elfogadhatatlan. Úgyhogy én azért mindenképp beszóltam volna, pont ezért, mert ilyen drága a jegy, és nem tudom, hogy alkoholt lehet-e ott inni, lehet, hogy nem sör volt, vagy ilyen. Lehet, az biztos. Lehet? Tehát persze, pezsgő, az biztosan van. Édesanyámik nem olyan régen voltak ebben a moziban. Szerintem egy hónapja kb., vagy másfél hónap is mondta, hogy pezsgő, az biztos volt, de szerintem sörözni is lehet, hogyha jól emlékszem. Tehát amúgy tényleg ez a probléma amúgy, hogyha ráadásul korlátlan, hát milyen a magyar, addig zabál iszik, ameddig bírja. És hát igen, meg... csak nem feltétlenül a moziban kéne. Hát nem a moziban, de hát ugye ez meg, tehát ez ismerjük alapból, hogy az emberek azért sajnos egy nem elhanyagolható hányaduk nagyon-nagyon bunkó és neveletlen, és nem igazán tud viselkedni. Hogyha ezt még megfejeljük azzal, hogy még piát is adunk nekik, tehát azért, na... Tehát a New Kids, ez tökéletesen. Igen, tehát most be lehet ismerni bármikor, amikor iszunk, bármelyikünk iszik, én is, akkor egy picit hangosabbak vagyunk, többet beszélünk, több mindent kimondunk, stb. Én nem. Hát mert te nem iszol. Ha iszom, akkor... De én totál belassulok és elálmosodom. Ja, hogy te meg az a fajta vagy. Aha. Hát, ezért nem is iszom gyakorlatilag házon kívül. Hát igen, tehát hogy ez meg moziba akkor tényleg gyilkos, de akkor meg ott van az a másik kategória, akik meg olyan kicsit úgy felélénkülnek, és akkor persze, de és ezt moziba nem kell. Tehát ugye ennek megvan tényleg a maga helye és ideje, megjelenik DVD-n, Blu-ray-en, interneten, Netflixen, streamen, valami, összehívjátok a haverokat, leültök a kanapéra, bontotok sört, és nézitek a New Kids-et, vagy a tököm tudja éppen mit, vagy Transformers, hogy lehessen rajta röhögni. Arra Star Wars Holiday Special. Vagy Star Wars Holiday Special. Rottweilert. Igen, ezek mindenre vannak kitalálva, és akkor az tök király, senkit nem zavar, hogyha kimész mosdóba, hogyha kommentálod valamiért, tényleg ezért ültök össze, de egy moziba, ráadásul pont egy Alienre, ami majd beszélünk róla, tehát ott azért úgy nem árt, hogyha figyel az ember, meg mit tudom én. Tehát amikor én is néztem, akkor is így ültek, mert azok is végig beszélték, de legalább csak egymásnak. És megpróbálták úgy mondani, hogy azért ne hallja mindenki a terembe. Mm-hmm. És ja, tehát így, hogyha még valaki bevisz egy sört a moziba, azt mondom, oké, mert mit tudom én, most fél liter folyadék az bőven elég egy filmre, annyiból be se lehet rúgni, mondjuk akkor se nagyon bírod ki a 2 órás játékidőt, de az még... Hát azért fél liternél még szerintem. De én azt akartam kérdezni, hogy most lehet, hogy én vagyok nagyon lemaradva, de ott Pesten lehet a moziban alkoholt inni? Mert én úgy tudom, hogy itt Kecskeméten például nem lehet. Hát ott nem lehet, de például Szegeden is árulnak amúgy a belvárosi moziban. Igen, ott van, így van a kis büfé, lehet chipset venni, stb. És lehet a chipset venni... azt nálunk is, de alkoholt azt én nem tudom, hogy nem. Budapesten, Toldi moziban így van ilyen kis bár, tehát félig meddig ilyen bárként is üzemel, sőt a Kino nevű moziban is simán beviheted az üvegsört.
Ez nem a Halálos Iramban filmek óta van egyébként elterjedve, mert ott gondolom a film nívóját is növeli a elfogyasztott alkohol mennyiség. Szerintem inkább ilyen elkeseredettségi akció a moziktól, hogy így is jöjjenek az emberek. Igen. Egyébként azt akartam mondani, hogy én nem tudom, vagy nem tudom, Gergő, akarod-e még folytatni? Ja, nem, te én csak ennyit akartam. Hogy nem tudom, hogy én beszóltam volna, mert én kicsikét mindig úgy zavarba vagyok, amikor ilyen témák szóba kerülnek, mert én most már bevallom, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert én mindig ilyen nagyon-nagyon jó közönséggel együtt tudom megnézni az adott filmet moziban, és sosem... Mikor jársz te moziba? Érdekel most már, hogy mikor kerülik sajnos, a filmpákok a mozit? Sajnos nem olyan gyakran, mint szeretnék, meg én gyakran járok Kecskeméten az Árt moziba is, tehát ahol az átlag életkor az miattam 80 év, tehát mert én ugye lefelé húzom, tehát azért valljuk be, és tehát ott azért tudtak viselkedni, de a multiplex moziban is szinte mindig normális közönséget kapok ki. Hát ha már így élménybeszámolókat elkezdtünk mondani, akkor gyorsan elmondom én is, hogy nekem a legdurvább sztorim az volt, amikor az Avatart néztük meg egy barátommal, és ugye hát premier hét volt, roskadásig megteltek a mozik, és mellettünk ült egy pasas, és a film előtt egy perce odahajolt hozzánk, és csak így megkérdezte, hogy te figyeljetek már, ez tényleg 2,5 órás? És mondta, hogy igen. És így visszafogott, és annyit mondta, hogy bassza meg. És ez így teljesen, ez volt a legdurvább, ami valaha történt. De hogy egy ilyen helyzetben én mit reagáltam volna, hát nyugodt vérmérsékletű embernek tartom magam, de szerintem itt azért már beszóltam volna. Nem azt, hogy kurva jöttök a takarodjatok, tehát nem így, hanem hogy basszus, egy moziban vagytok, itt mások is vannak, azért basszus, figyeljetek. Tehát azért, ha önmagatokkal szemben nem is, legalább arra legyetek már tekintető, hogy itt még ül 100 ember. És ők nem azért jöttek be, hogy a ti balfasságaitokat hallgassák. Tehát, hogy azért vegyék már észre magukat. De én inkább emiatt is mindig kerülöm a középső részeket, tehát én az Alient is így félig meddig a széléről néztem. Én mindig a szélére ülök egyébként, mindig a szélére, a legszélére, és annál jobb nincs. Igen. Úgyhogy pont emiatt. Na, én általában középen szoktam ülni, mármint, hogy a sornak a közepén, de mindig elől. Tehát mondjuk, itt tudom én, a felétől még előre kettő székkel általában, és általában mindig én vagyok legelől, úgyhogy... és pont úgy le tudok mindig ülni, hogy így pont beteríti a látómezőt a vászon, és így ennél jobb nincsen, amikor így tudok így bámészkodni így a vászon, hogy így tudod, mennek így jobbra-balra a film, vagy valami, és akkor így tényleg így tudom követni a fejem, mert mint hogy kint lennék egy Forma 1-es verseny, csak az éppen még érdekel is azzal szemben. Hát egy Forma 1-es verseny mondjuk szerintem az a ritka alkalmak egyike, amit sokkal jobb tévéből nézni. Tehát ja, és még tévében is kurva unalmas. Tévében is rohadt unalmas, tehát annál jobb háttér, hogy az alváshoz a világon nincsen, csak esetleg egy varrógép, ami folyamatosan működik, de a Forma 1 az szerintem az egy esemény, ami sokkal jobb tévéből, egyszerűen sokkal követhetőbb, több mindent látsz, izgalmasabb, hát izgalmas. És még hogyha jó fej a kommentátor, akkor talán még élvezetes is. Igen, akkor van valamiért ébren maradni. Jó, a második kérdés az, nem tudom, hogy ez is Gergőtől van-e, vagy csak rosszul kopisztam ki, úgyhogy elnézést akkor lehet, hogy nevet nem fog tudni mondani. Mindenesetre az a kérdés, hogy egy nagyon gyors villámkérdést tennék fel, hogy nézitek az új Twin Peaks évadot, és ha igen, eddig mi a véleményetek? Ti tudjátok hová tenni a látottakat? Én röviden nem, és nem is szándékozom. Gergő? Hát én így felültem a hype vonatra, és akkor gondoltam, hogy na majd én is becsatlakozok minden, és elkezdtem egy, hát 4 héttel ezelőtt nézni a Twin Peaks-et, és az első évadot kinkeservesen lenyomtam 2 nap alatt. De hogy engem ez annyira felkúrt ez a sorozat, mert így vannak benne tök jó dolgok, de ez a teljes kreténség számomra. Tehát borzasztóan rosszak a színészek ebben a sorozatban, és így minden tele van ilyen random hülyeségekkel, így megy egy ilyen tök komolyan gyilkossági ügy, amiben van nem érőszak, meg minden, és így elkezdenek a pánkokról beszélni, és így teljesen infantilis a sorozat szerintem. Volt a utolsó ház barának az eredetie, a Wes Craven félen, azt csinálta ugyanezt.
Na. Hogy van róla a bemutató a Bad Movies-on, Black Sheep készítette, azt csinálta tök ugyanezt, hogy nem ilyen erőszak, megalázás, meg hasonlók, és közben meg ilyen rendkívül infantilis és gyökér poénokat durrogtattak. Tehát akkor valószínűleg ez a szint. Igen, tehát Fred is beszélt talán erről, hogyha jól emlékszem, és látta ezt a filmet. És itt ugyanezt csinálják, csak bazd meg 10 órában. Tehát és akkor így az első rész az megint ilyen 1 óra 40 perc, az utolsó rész megint 1 óra 40 perc volt, a többi pedig minél 45 perc, és így nem mondom, voltak benne ilyen relatíve érdekes dolgok, meg kreatív izék, megoldások, de engem annyira kiborított, egyrészt annyira unta, másrészt pedig annyira idegesített alkalmanként, hogy nekem az első 10 rész vagy 9 rész is sok volt. De hogy én még utána egy 22 részes második évadot is megnézek, na hát az ki volt zárva. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy köszönöm, nem kérek ebből. Én elismerem, hogy David Lynch biztos, hogy nagyon érti a dolgát. Én még olyan filmet nem láttam tőle, amit nagyon tudnék szeretni. Ez sem volt az, és most meg ez a új évadra is azt olvasom, hogy ugyanaz, mint 2005 volt. Akkor meg én nem fogom ezzel túráztatni magamat megszivatni. Így sincsen most sem időm a jó sorozatokra, amiket szeretnék nézni. Tehát még a heti Better Call Saul-t se láttam. Akkor nem fogok Twin Peaks-et nézni. Gergő, az Útvesztőben azt megnézted? A micsodát? Útvesztőben. Az a izé? Lost Highway. Nem hiszem. Az egy nagyon-nagyon jó Lynch film. Azt én nagyon tudom ajánlani. Lost Highway. Ja, Útvesztőben. Aha. Nem tudom, ki játszik benne. Az a csávó, aki a függetlenségnek volt. Ja, Bill Pullman. Aha. Na, az egy nagyon jó Lynch film, és azért ajánlom ezt, nem pedig az Elefánt embert, meg a az Stray Elefánt Story-t. Ember, az várja, az király, azt szeretem. Na, igen, van egy film, amit szeretek. De persze, csak azért mondom ezt, mert a Lynchnek nagyon jó filmje, például a Stray Story, az igaz történet, illetve az Elefánt ember, én mind a kettőt imádom, de ezek alapvetően szerintem nem kifejezetten Lynch filmek. Ő rendezte őket, de a Lynchnek a alapvető stílusjegyeit ezek nem hordozták magukban. Igen, jóval befogadhatóbbak, jóval emberközelibbek. A Lost Highway, vagy magyarul Útvesztőben az egy olyan film, aminek igazából vállaltan nincs értelme. Tehát a Lynch direkt úgy készítette el, hogy a történetbe ne legyenek kapcsolódási pontok, de ennek ellenére is rendkívül hangulatos, és szerintem pokolian jó alkotás, úgyhogy azt ajánlom, hogy nézd meg, hogyha szeretnél egy igazán jó Lynch filmet, tényleg velejéig Lynch filmet megnézni. Nekem legalábbis az nagyon bejött. Na, hogy válaszoljak én is a Twin Peaks-re, hát most lehet, hogy ciki, lehet, hogy nem ciki, én az eredetit sem láttam. Engem a Twin Peaks soha nem érdekelt. Se gyerekkoromba, se tínédzser koromba, se most. Úgyhogy abszolút nem tudok erről megnyilvánulni, nem is fogom megnézni, egyszerűen nem érdekel. Én is csak így tudod, olyanokat láttam, amikre egy hatással volt a Twin Peaks, vagy hát játszottam, hát ugye az ellenvégben elég erős a Twin Peaks áthallás, meg ugye a Stephen King ez a kettő egy keverve, és annak jól állt, annak kifejezetten tetszett. Hú, meg volt még egy pár ilyen cuccos, amit... Hát eléggé kultikus, igen. Igen. Én nem zárom ki, hogy jó, tehát biztos, hogy van egy hangulata, van egy sajátossága, van egy varázsa, mint a Lynch filmeknek egyébként általában, de valahogy tényleg sohasem vonzott. Pedig én akkor voltam, hát ha nem is kisgyerek, de tinédzser, amikor ez nagyon népszerű volt, és akkor sem érdekelt, és így a mai napig sem, úgyhogy szerintem én ebből így ki fogok maradni. Jó. Ez jó, akkor egyikünket se győzte meg amúgy. Nem igazán. Ez milyen már, hogy itt van egy ilyen kultusz cucc, és így egyikünket se kapta el. Van ilyen, tehát én mondom, nem azt mondom, hogy nem jó, mert hát nem is ismerem, de egyszerűen így ez a teljesen kivonom magamról. Nem. De, és én tökre kerestem benne az értelmest, és így testvérem is látta ugye, hogy így elkezdtem nézni, és akkor így kérdezte, hogy hogy állok el, mondom, vergődik az első évad, azt mondja, hát hogyha nem tetszik, akkor hagyjad, mert a második is ugyanilyen lesz. Ő se tudja, hogy nézte végig, tehát nagyon rosszul volt, meg bent dolgozott, meg semmi, és akkor nagyon ráért, és akkor végignézte, de hogy mondta, hogy ez később se lesz jobb. És várjál, ráadásul a David Lynch mondta, hogy ugye a második évadhoz már nem sok köze volt neki, és hogy az szar is lett. Tehát az még ilyen lincses dolog elvileg, de még ő se szereti. Ez az olyan, mint hogy nem tudom, ezt hallottátok-e, de a Michael Fassbender annak idején szerepelt a Jonah Hex című filmben, amit a Cranknek a rendezői készítettek, és egy borzalmas hitvány szar az egész, és azt hiatkozta később a Fassbender erről a filmről, hogy jó szar volt, milyen meg se néztem. Szóval van ilyen, igen.
Hát ilyen van, a Michael Caine a cápa 4-ben. Igen, ő is azt mondta, hogy sosem nézte meg azt a filmet, de nem tudom, hogy vett belőle egy házat, úgyhogy ő ennyivel elintézte. És egyébként valahol igaza van. Tehát, hát tudod, amúgy... mint amikor az Adam Sandler mondja, hogy azért csinálja ezeket a filmeket, mert nyaralni akar. Hát igen, és valahol nem mondhatjuk, tehát az Antonio Banderasnak volt hasonló mondata, hogy szeretek jó filmekben játszani, de amikor egy rakás pénzt ajánlanak fel nekem, akkor nem vagyok idióta. Tehát, és nem mondhatom azt, hogy valahol nem értem meg. Hát persze, tehát most nyilván azért ott van egy Antonio Banderas, aki mostanában, hát nem sok helyen van amúgy, tehát én nem nagyon szoktam látni az arcot. Hát a moziban nem sokat van, az biztos. Hát nem, de hogy most egy Brad Pitt meg megteheti, hogy azt csináljon, amit akarjon. Vagy egy Michael Fassbender például. Hát igen, inkább. Igen. Bár jó, hát mostanában ő se remekel annyira Assassin's Creed. Jó volt az Assassin's Creed, én nem értem, hogy van. Én a mai napig nem értem, és szerintem nekem hirtelen dolgom is akadt, úgyhogy mennem kell, sziasztok. De na hát így, tényleg így, ahogy hol is, valamelyik Kevin Smith filmben volt ez, hogy egyszer van a lóvé film, meg van egyszer a ez a Jay és Nemo visszavágva. Igen, vagy aztán nem a haver film, meg a művész film. Valamelyik haverot kedvéért, igen. Harmadik kérdés, Freddy? Harmadik kérdés Bálintól. Mi a kedvenc DreamWorks Animation mesétek? Shrek. DreamWorks. Shrek 2 ráadásul. A kettőt jobban szerintem, mint az egyet. Ugye? Szerintem is az jobb. A Shrek 2 az szerintem is jobb, mint az egy, de most azon gondolkozom, hogy az így nevelt a sárkányodat az DreamWorks? Az igen, DreamWorks. Az. Akkor szerintem nekem az így nevelt a sárkányodat 2. Szerintem, talán. Akkor én is vállalható. Én is most itt vacilálok, mert hogy mire gondol, hogy az ilyen számítógépes animációs, vagy mint DreamWorks Animation produkció, mert szerintem animációra gondolod. Hát ha animáció, akkor én is vagy a Shrek 2-t mondanám, vagy az Így neveld a sárkányodat, akár ott is lehet, hogy a kettőt. Ha meg csak úgy cakkumpak, hogy mint stúdió alatt megjelent, akkor a Wallace és Gromit is az elbetemült veteményre. Annyira tudtam, hogy ezt fogod mondani. Tehát most így elkezdtem nézni a listát, hogy még milyen filmeket adtak, és itt van a Wallace és Gromit. De az akkor... kurva jó a Wallace és Gromit. Igen, hát az tényleg nagyon jó. Klasszikus. Az Oscar-t is nyert, a jól emlékszem. Igen, igen. Ez kegyetlen jó. Aztán tavaly, vagy idén év elején, nem tudom, megnéztem végre ezt az Elvitte a vízt. Uh-huh. Az is az is Aardman stúdió produkció. És szenzációs. Fantasztikus film. Én nem tudtam vele annyit mit kezdeni, mint no. Mit szerettem volna. Kicsit csalódtam benne. Hát de ezért a lövékán nem haltál meg a röhögéstől, meg de az idióta varangyon, meg a pantomim békán. De voltak benne jó poénok, csak úgy maga a sztori így valahogy nem. Túl hamar jutott el szerintem ebbe a ez a snob karakter ebbe a hülye világba. Tehát ezt így kicsit jobban ki lehetett volna húzni, vagy valami, nem tudom, kicsit olyan nagyon... Na, én másképp építettem volna fel ezt a filmet, meg a történetből is szerintem sokkal többet ki lehetett volna hozni, de... Hát én imádtam, mondjuk azóta is láttam már vagy 100-szor, de... Nem ez az egy első olyan film az adásban, Freddy, ahol mi ketten nem értünk egyet. Nem. Ettől félek én is. Igen. Jó, de akkor kezdjünk el egy olyat, ahol lehet, hogy megint nem egyetértések lesznek. Legutóbb szó volt a... Mi ennek az angol vademberek címe? Hunt for the Wilder People. Igen, magyarul vademberek hajszája. És itt szó volt arról, hogy ez valami irtozatos késéssel került a magyar mozikba, de én ott néztem meg, én kivártam, hogy nem is nagyon tudtam erről a filmről semmit, egy előzetes se láttam, se a történetről olyan baromi sokat nem tudtam, úgyhogy egyszerűen csak hallottam a hangokat, hogy mondták mindenfelől, hogy ú, ez milyen jó pofa, meg stb., hát akkor gondoltam, megnézem. Egyre többször így ülök már moziba egyébként, hogy semmit nem tudok a filmről. Momentumnál is annyira bevált. Momentumnál is működött. Igen. Az is tök megérte. Azért a Momentumnál jóval rosszabbakat néztem, úgyhogy azt hittem, hogy felkészült vagyok, és mindent tudok a filmről, aztán mégse. De
Jó, hát a Momentum az... Az egy ilyen érdekes film. Ilyesmit gondolsz, mint Spring Break, meg hasonló? Spring Breakers, na ott legalább, ott láttam egy előzetest, és úgy felkapta az érdeklődésemet, de aztán kicsit kiborított a végeredmény. Jó, meg Legendás Állatok, ugye, na mindegy, igen. Legendás Állatokra a podcast miatt ültem be, és... Az igen. És szörnyű volt. Na, Hunt for the Wilder People, ezt Gergő látta még. Igen. Sorter, te nem. Én nem, és én most megragadnám az alkalmat, és egy percre kiszaladok a mosdóba, rögtön jövök vissza. Addig beszélgessetek nyugodtan, mert rendben. Ez engem most úgysem érint. Oké. Okay. Na, Sorter elmesélt levő beszélgetésben, hogy egy üveg bor van nála, úgyhogy most itt a végere, az eredménye. Fél óra után már pisi szünet. Ezek a mai hólyagok. Na, szóval, Hunt for the Wilder People, vademberek hajszája, ez egy új-zélandi film, ha jók az infóid. Jók az infóid. És ez egy ilyen fesztivál siker, ilyen a Cinefesten is volt, azt hiszem, Miskolcon tavaly. És van nagyon jó visszhangja volt az egésznek. Igazából a történet az érdekes, mert egy ilyen nevelő, otthonos, nehezen kezelhető gyerek egyik helyről megy a másikra, soha nem boldogulnak vele, megint zűzavaros dolgokat csinál, sokszor már a kriminalitás határát súrolja, vagy át is lép azon, és aztán végül a nevelő otthon, vagy ez az intézmény, az egy Isten háta mögötti új-zélandi hegyek közepén lévő magányos kunyhóhoz viszi ezt a gyereket, ahol él egy nő a férjével, és a nő is ilyen egyke volt, ilyen nevelő otthonos gyerek, és hát így megszánta ezt a kölköt, és úgy gondolta, hogy itt végre ott otthont adhat egy ilyen zűrös gyereknek, és végre megnyugszik, és könnyen kezelhetővé válik. Ennek a nőnek a férjét Sam Neill alakítja, nem is akárhogy, és hát nem tudom, most azt még szerintem el lehet mesélni, Gergő, hogy... Hát, hogy mi a hajsza, azt még azért mi a hajsza, igen, persze. Tehát ez igazából viszonylag a film elején történik, hogy ezt nem hiszem, hogy spoilernek lehet nevezni. Ez az anyuka, aki befogadja ezt a gyereket, ez váratlanul meghal, és onnantól kezdve ez a kölyök, aki egyébként egyre inkább szeret ott élni, és tökre szerette ezt az anyukát, ez ott ragad egyedül Sam Neill-el, aki viszont egy ilyen, hát nem túl udvarias... hát nagyon szereted ezt a szót, főleg a rámondod. Rólad van szó. Igen, akkor Grumpy Freddy-ként viselkedik Sam Neill, és ők aztán kénytelnek együtt élni és összekovácsolódni, és hát mindenféle félreértés során aztán végül az erdőben landolnak, és egy hajszal indul utánuk, mert mindenféle félreértés van, hogy a rendőrség azt hiszi, hogy Sam Neill elrabolt azt a gyereket, meg ilyenek. Mindegy, egy kicsit ilyen őrült történet lesz az egészből, és ezt láthatjuk, hogy hogyan boldogulnak ott az erdőben. Na, hogy hallom, Sorter visszatért. Vacsorázik szerintem. Na, Gergő, hogy teszett neked ez a film? Én őszintén szóval, hogy nagyon szerettem, nagyon kedvelhető kis kedves film. Uh-huh. Tehát igazából nem lehet rá mondani ennél jobbat, szerintem kedves film, szörnyen amúgy. Tehát így helyén van a humora, a kisrác szerintem hatalmas forma. A casting így, az fantasztikus. Az tökéletes egyszerűen. Tehát így nézd, és egy gyerek kapott azóta más szerepet, de nem nagyon, amit nem igazán értek, mert tényleg ennek a filmnek szerintem már híre van tulajdonképpen, tehát nem van a köztudatban. A titkos sztár egyébként még csak nem is a gyerek, meg nem is Sam Neill, szerintem az anyuka volt. Uh-huh, ez uh-huh. Az anyuka egy olyan elbűvölő nő volt, hogy annyira megértette magát azzal a gyerekkel, hogy
a gyerek az minden éjjel me akart lógni, hogy ez nem neki való, meg ilyenek, és a nő az ahelyett, hogy, hogy ott futkosott volna utána, meg hol vagy, meg akkor menj el, meg hagyjál békén, meg stb. Hanem mindig megkereste, és utána így mondta, hogy hát hoztam neked pokrócot, ha holnap is me akarnál lógni, meg ilyenek, meg... Tehát itt tökre elkapta azt a hullámhoz, hogy hogyan lehet ezzel a gyerekkel megtalálni a közös többszöröst, és aztán hát ez a váratlan csapás, ez a filmben így engem is elszomorított, hogy én tökre néztem volna még ezt. Egyébként a Fargo-ból tökre emlékeztetett arra a nőre. Ez uh-huh. kicsit olyasfajta karakter volt, de új-zélandi színésznő. Úgyhogy nem ugyanaz, de én őt nagyon csíptem arra a kis időre is, amíg láthattuk. Hát Sam Neill az fantasztikus volt. Uh-huh. Talán ilyen jó még nem is láttam szerintem színészkedni. Hát ez biztos, hogy amúgy ez így az emlékezetesebb alakításai közé tartozik. Igen. Persze emlékszünk a Jurassic Parkra, mert Jurassic Park persze az az életnek élet közepe, de hogy ebben a filmben is, tehát kihozta a maximumot, amit lehetett, és állati jól csinálta. Tehát uh-huh. itt tényleg így ebben a filmben, tehát amikor nézted, és amikor emberek voltak rajta, akkor kurva jó volt. Tehát tényleg. Szerintem a film humora is tök jó volt, tehát így, meg a gyerekkel, hogy így az interakciók így volt, hogy a szemnéle, tehát ilyen kis buddy movie amúgy ez inkább, igen. szerintem, mint egy ilyen apa-fia film, de szörnyen jól működött, nagyon jó volt a kémia, és erre rájátszott a nagyon jó írás, egy nagyon profi kis rendezés, kis finom bizony módszereivel, és hát nyilván itt is muszáj szóba hozni, hogy a rendező következő filmben meg a Thor 3 lesz, kaci, úgyhogy ez tök jó lesz biztosan, de jó, mindegy, nem szuperhősözünk, de mindig ezt muszáj kimondani, hogy remélem, hogy legalább ennyire jó lesz a Thor 3, mint ez. Mm-hmm. Film humorát szóba hoztad, ez egyébként így egyetértek, hogy jók voltak a poénok, de én nem tudom, lehet, hogy egyszerűen csak egy rossz közönségbe ültem, vagy akármi, de senki az egész mozi teljes kusban ült az egész uh-huh. film alatt. És ez így nekem kicsit annyira elrontotta, mert ugye egyébként tényleg voltak benne jó poénok, de hangosan röhögős nálam se volt olyan a hú de sok, hanem csak ilyen magamban, hogy já, ez szellemes volt, meg ilyenek, de egyszerűen tényleg, mint a közönség, amivel ültem, így teljesen lehúzta a filmélményemet. Freddy, pedig, igen? Ha a közönség hangosan nevetett volna, akkor nevettél volna? Ez egy jó kérdés, szerintem igen. Hát van egy flow élménye a mozinak is szerintem, tehát hogy lehet mindenképp. Érezni. Abszolút. Ez az a fajta a közönségbe szerintem. Ez az a fajta film volt, ahol szerintem, ha egy olyan közönséggel ülök, ami tényleg sok dolgon jól időzítve nevet, mert tényleg voltak benne rendkívül szellemes poénok, akkor az rám is kicsit jobban hatott volna. Ennek ellenére tényleg értékeltem, mert a filmnek tényleg volt egy jó humora, de nem ezzel a közönségkel. Nem tudom, hogy mindenki csak a másikra várt, hogy nevessen, vagy akármi, de... Neked kellett volna lenned a hangadónak. Nem, szerintem mindannyian azt hitték, hogy a Get Out-ra ültek be, és furcsálták, hogy most ez így mi. Oké, hogy tűnj el, én ezt értem, hogy a gyerek állandóan eltűnik, de hát nem erről volt szó. Igen, ami a filmmel, így, ami a filmben nekem nem tetszett, hogy néha nekem kicsit átment túl idétlenbe. Tehát amikor ez a sok véletlen, hogy milyen utómódon kezdték el üldözni őket, meg ott a kommandósok ott az erdőben, meg ezek a redneckek, akikbe belebotlottak, és aztán ők is üldözték őket, meg az az őrült szem, vagy én nem tudom mi volt, meg az a gyámhivatal, vagy mi a fene volt az, ami az a páncélozott járművel üldözte őket, meg ilyenek. Egyszerűen nekem kicsit már túl sok volt. Uh-huh. Jobban szerettem volna, ha ez tényleg egy ilyen buddy movie-szerűvé megy át, hogy ők ketten miket élnek át, és nem függenek másoktól. Tehát én úgy, ahogy van a gyámhivatalt, kihagytam volna az egészből. És csak annyit csináltam volna, hogy a kisrác elszökik, és mondjuk a Sam Neill utána megy, és utána mondjuk eltévednek, hogy akármi is ők ketten hogy boldogulnak, és próbálnak visszatalálni. Ez szerintem egy jobb film lett volna. Lehet, hogy nem lett volna olyan poénos, de
Én sajnáltam ezt a vonalat, amiben belementek aztán úgy viszonylag hamar. De hát ezek szerint ezzel én kisebbség vagyok. Nem, tehát így szerintem ennek a filmek tényleg van egy olyan bája, hogy egyszerűen így folyamatosan csak azt látod, hogy nem is tudom, annyira könnyű átélni azt a filmben ezt az egészet, amin ugye átmennek a karakterek szerintem. Mm-hmm. És ez, hogyha így téged meg tud érinteni, hogyha téged ez meg tud hatni, akkor szerintem egy fantasztikus élményt tud nyújtani ez a film, és akkor tényleg már így nem tudsz rá haragudni egyszerűen. Nem is haragszom rá, tehát szó sincs arról, én jól el voltam a filmmel, csak egyszerűen tényleg azt sajnáltam, hogy ebbe több lett volna szerintem. Uh-huh. Nem kellett volna átmenni ebbe a hülyéskedésbe. Tehát uh-huh. akkor Freddy, te valahol akkor furcsálod, hogy a boxnál, ha jól tudom, ez 100%-os lett ez a film. Azt engem... mindenképp. Tehát akkor azt, mert engem, megmondom őszintén, ezért érdekel, és... Én is azért tényleg, néztem meg. Gondolom. Én sajnálom, hogy én nem tudtam ezt megnézni. Ugye az előbeszélgetésben mondtam, hogy ezt ugye Kecskeméten nem nagyon játszották, úgyhogy nem tudtam rá sajnos beülni. Még. Remélem, hogy később talán műsorra kerül. Ha máshol nem, akkor az Art moziban. De engem már alapból az meglep, hogy ez konkrétan egy vígjáték. Tehát, hogy ezzel a történet, ugye ezzel a címmel, hogy vad emberek hajszája, én megmondom őszintén, azt hittem, hogy ez a tökéletes célpontnak a 2.0-a. Tehát ez a, amikor a Jean-Claude Van Damme már rövidebb hajjal abálja le az embereket. Tehát, hogy így mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy ez egy ilyen családbarát vígjáték. Tehát, hogy ez így tök meglepett. Az végképp, amikor a boxtól 100%-ot kapott, azért az tényleg nem gyakori. Tehát akkor ezek az nem is ezt... mindig megérdemelt, tehát azért én emlékszem igen, egy horrorra akadvánál például. Nem, meg a... Mi az a hülye kölyök film? Mire gondolsz? Jaj, a Sráckor. Sráckor, na no, az... Az nálam se 10 pontos. Csak 8. Jó. Úgyhogy nem értek mindenben egyet, de azért egy olyan figyelemfelkeltőnek az biztos, nagyon jó. Az biztos. Egyszerűen tényleg csak... Kicsit én másképp készítettem volna el ezt a filmet. Jó. De egyébként nagyon bájos. Tehát a filmben semmi olyan nincs, amire azt mondanám, hogy ez szar volt. És ezért is furcsa, hogy végső soron nem mentem ki a moziból ilyen óriási eufóriával, mert nem tudtam semmit lehúzni. Tehát jók voltak a poénok, jók voltak a karakterek, jók voltak a színészek. Tehát ezek ilyen baromi fontos pontok, csak úgy egyszerűen valami hiányzott az egész. Ez nem olyan egy picikét, mint mi volt az a szólít a szörny? Hogy minden tök jól össze van rakva, csak az a nagy katarzis elmarad? Azt nem láttam. Pedig annak nagyon erős a vége annak a filmnek szerintem. Tehát nem beszéltünk róla az adásban, én láttam, de a célba ér. Főleg de volt róla szó az adásban. Te beszéltél róla. Volt róla szó, hát én onnan hallottam róla. Ja, akkor zsír. Na, de mindegy, annak a filmnek az úgy közben úgy oké, de a végére, amikor rájössz, hogy mi a filmnek az üzenet és miről szól, akkor szerintem egy hatalmas nagy gyomros, és nekem én pont azért szerettem igazán azt a filmet. Jó. Amit még meg akarnék említeni a filmnél, hogy vannak benne nagyon szellemes megoldások, hogy nem tudom, Gergő emlékszel-e, hogy csomószó van, hogy mit tudom, leraknak egy kamerát, és akkor csak így forog a kép, így megy jobbra-jobbra-jobbra-jobbra, így körbe-körbe, és utána ugyanazok a szereplők vannak, mit tudom én, egyszer a kép hátuljában, ahogy bandukolnak, egyszer meg a kép aljáról mennek jobbra, meg ilyenek, hogy ezzel érzékeltetik, hogy mit tudom én, csomó időn át most mászkálnak, de ugyanakkor egy és ugyanazon a snitben vagyunk. Mert ezek ilyen nagyon jó megoldások voltak. Ez egy vágatlan jelenet tulajdonképpen. Hát egy trükkfelvétel volt, csak így egybe lett vágva az egész. Mm-hmm. Tehát ilyen, ez többször is elsütik különféle szituációkban, különféle dolgokat érzékeltetve volt, amikor őket keresik, akkor ott is a komandósok össze-vissza járkáltak fentről le, és jobbról balra, meg ilyenek, de egy snitben. És ezek ilyen tök jó megoldások voltak. Ez jól voltak. Hangzik egyébként. Igen, úgyhogy kicsit olyasmi, mint a Csúcshatásban. Aha, csak... igen, vizuálisan az is nagyon erős volt. Igen. Meg amúgy is. Jó, úgyhogy én is ajánlom még soron megnézés ezt a filmet, tehát egyetlen nem egy rossz film, csak egyszerűen én másképp csináltam volna, de
megvan a bája, ezt nem lehet tőle elvenni. És ez mennyire moziban nézős? Tehát mennyire igényli a mozi? Hát szerintem nem, sem ennyire. Nem igényli. Nem tehát igényli. Hát főleg, hogyha olyan közösséged van, mint Freddynek, akkor nem tőle. De legalább csöndben voltak, és nem pofáztak. Az is valami. Ja. Hát igen, a sörös történetnél még mindig igen. Jó. Úgyhogy nem, ez... Hát én alapból azt mondom, hogy minden filmet moziban jó nézni, de ha már... Kérdés, Spring Break, igen. Igen, jó. De nem, ezt szerintem otthon is ugyanúgy meg lehet nézni, anélkül, hogyan nagyon rontana az élményen. Úgyhogy van emberek hajszája, nézzétek meg, ami még lehet. Nem volt egy túl nagy közönség siker, úgyhogy lehet, hogy egy hamar kikerül majd a legkisebb mozikból is. Na, apropó, nem volt közönség siker, Arthur király és a kard legendája lesz a következő filmünk, amit közülünk csak Gergő látott, még Black Sheep azt hiszem látta. Szerintem Black Sheep se látta. Black Sheep se látta? Mint hogy én úgy tudom, nem hogy nem nézte meg. Nem nézte meg? Jó, nem látta a Twitteren tőle semmit, úgyhogy gondolom, hogy nem. Aha. Jó, hát múltkor olyan gyorsan végeztünk, hogy még rögtön a podcast után Gergő még elsietett a moziba. Ja, hát egy 10 percem volt. Hát amúgy én el voltam rajta. Tehát most így azt kaptam, amit vártam, fogalmazzunk úgy amúgy. Ez egy gigabukta. Hát gigantikus amúgy. És amúgy nem feltétlenül értem, hogy miért, mert lehet keresni az okokat, lehet is találni, de azért valahol lehet is sajnálni, hogy ez a film pont ilyen sorsra jutott. Mert alapjáraton, tehát ugye tehát Arthur király, rendszeresen próbálkoznak amúgy ezzel a történettel, csak most így lerakták mögé Guy Ritchie-t, és akkor mondták, hogy csinálnak egy 6 filmes franchise-t belőle. Ami 6 film? Atya úristen. Ami szerintem fasság. Tehát nagyon hát ez nem túl fasság, ne viccelj. Hát ja, ez... ilyet akartak amúgy, hogy elvileg így a különböző, a kerekasztal különböző lovagjaira is így felhúznak egy-egy filmet, és így... De még az asztalról is szerintem 6 filmet, hát... szerintem konkrét filmet kap az asztal. Egy ilyen asztaló spin-offot csinálnak hogyne hozzá, egy ilyen átcsal, de hát nem. És ezt szánták így a felvezetésnek. Maga a történet az úgy néz ki, hogy ugye háborúznak a mágusokkal így a nem mágusok, és akkor így végül is legyőzik őket, és így egy ilyen puccsot követ el a királynak a testvérei, a Jude Law, és a király pedig a ismerjük ezt az arcot, Eric Bana, igen, az Eric Bana. És ugye meghal az Eric Bana, és akkor a fiát, meg ugye a feleségét, azt ugye kimenekítik, ugye ez a fiú, ez Arthur, és végül is megmenekül, és egy bordélyházban nevelkedik utána fel, tehát magukhoz veszik így az éjszakai pillangók, hogy úgy mondjam, és így idővel így egy ilyen kis helyi, kis verőlegényi növi ki magát, tehát vezeti a bordélyházat, megvédi a lányokat, stb. Tehát tényleg egy ilyen kis utcagyerek lesz belőle. Nagyon profi utcagyerek, és így hát felnőtt korára Charlie Hunnam lesz belőle, Jack Steller lesz belőle. És ugye így van a film egy ilyen gondolatiság, hogy ugye kiegyensúlyozza magát mindig a világ, és ugye egyre nagyobb hatalma van a Jude Law-nak, és így ugye a jogos király is elkezd megerősödni. Tehát előkerül például az Excalibur, és elkezdik ugye összegyűjteni így az azonos korú férfiakat így a környékről, és megpróbálják velük kihúzatni a kardot. Na most ugye így megpróbálja, hogy ezt az Arthur sikerülnek, és akkor egyből tömlöcbe vetik, és akkor közben őt kiszabadítja ilyen ellenállás, és tulajdonképpen erről szól, hogy az Arthur tulajdonképpen visszaszerzi a hatalmát, és hogyha igen, akkor hogyan. A történet maga az nem egy nagy eresztés, tehát ilyen nagyon össze-vissza csapong a történet, rengeteg karakter van benne, rengeteg mindent kihagynak belőle, aztán valamire meg nagyon ráerőltetnek, és így ilyen nagyon zavaros lesz a történet. A casting, a főszereplő castingja Charlie Hunnam az tökéletes. Tehát az nagyon jól hozzá ezt a karaktert, nagyon jól áll neki ez a lazaság, nagyon jól megy neki az akció, és igazából minden teljesen a helyén van ezzel a csávóval. A Jude Law az szörnyen ripacskodik, az nagyon-nagyon túljátsza a szerepet. Jude Law egyébként hajlamos erre, nem tudom, észrevettétek. Igen. Ő a két végletben mozog, tehát ő vagy nagyon jó, vagy nagyon-nagyon borzalmas. Igen, és itt amúgy nem tudtam eldönteni, mert végül sokszor nagyon tetszett, tehát is sokszor nagyon tekintélyparancsoló volt, de néha meg nagyon sok volt.
De azért úgy maradjon a pozitív tartományban, mert rakjuk oda. Nem tudom, hogy milyen Dumbledore lesz majd belőle, mert úgy mondjam, gondolom, te láttátok, hogy a legendás állatok kettőben, főleg Freddy legnagyobb örömére, ő lesz a Dumbledore. Micsoda? Engem, kihagytok. Komoly. Ha, ja, ő lesz a Dumbledore. Azt a rohadt életbe. Beszarszam úgy. De úgy szerintem ez is egy tök izgalmas casting, de whatever, most maradjunk az Arthur királynál. Az izgalmasnak ez az a része, ami az infantilissel legyen értékű szerintem, de minden esetre érdekes. Szerintem valóban. Mindenképpen. És tehát a film, amikor Guy Ritchie is, tehát a film elején van egy ilyen flashbackes párbeszéd, amikor itt tudod, mesélnek valamit. Úgy képzeljétek el, mint mondjuk az Ant-Manben volt az a Michael Peña-nak a mesélési stílusa, vagyis a szolgálnak beugrik. Hogy ne, egyikünk se látta. Te se láttad? Nem. Really? Na, mi, my apa, man! Mi az Isten? Mindegy, akkor, kisebbségben vagy, ez az. Ez úgy tényleg szörnyű. De mindegy, akkor úgy képzeljétek el, hogy megy egy ilyen kihallgatás, ugye hallgatnak egy történetet, és ugye többféle ember meséli ezt a történetet, és mindig, amikor mondanak valamit, akkor azt így a flashbackben megmutatják, visszaugrik rájuk a kamera, aztán kiderül, hogy máshogy történt a dolog, belekérdezek, hogy de akkor ide hogy jutottunk el, és tényleg így időben össze-visszaugrál így a mesélés. És közben vizuálisan ugye folyamatosan illusztrálják. És kurva vicces, nagyon lendületes, és nagyon Guy Ritchie is. Tényleg látszik a stílus a filmen. Akkor van a film közepén egy állati jó ilyen menekülős jelent, amikor tényleg így, amikor tudod, hogy fut egy karakter, és az arca az 15 centire van kb. A kamerát, és hallod a lihegését, és tényleg így ugye folyamatosan követi őt. És ezek állati jó dinamikával rendelkeznek, és nagyon izgalmasak, és erre rájön az, hogy a filmnek olyan fantasztikusan jó zenéje van. Tehát ez a Daniel Pembertonnak hívják azt hiszem az arcot, és én azóta is nagyon sokszor hallgatom a filmnek a zenét, mert ilyen nagyon nem illik ezekhez az epic fantasy történetekhez, meg stílushoz, hanem ez a picit ez az idegbeteg, ez a bele az arcba, és akkor minden hangos dobbal, és minden szörnyen harsány a zenei világa a filmnek. És akkor mellé pedig még vannak ilyen tök jó, ilyen feléneket, betét dalok, azoknak is állati nagy súlya van, és rohadt jól működnek így, amikor ki kell egészíteni a jeleneteket, és tényleg így, amikor elengedi magát a film, amikor tényleg látszik rajta, hogy ki csinálta ezt a filmet, akkor szenzációsan jó, és nagyon bátor. De amikor meg ilyen sablonos kis karakterpillanatok vannak, amik tényleg nem érdekesek, nincsenek jól megírva, akkor meg az ember az arcát kaparja a hülyeségtől. Meg a karakterek se túl érdekesek, van benne egy mágusnő, akinek elvileg ilyen nagy szerepe kellett volna, hogy legyen, de én már nem is emlékszem nagyon a nevére. Az arcára meg azért, mert ilyen nagyon ilyen kellemes kelet-európai lány arca volt neki, tehát ezt nem tudom máshogy elmondani. Ha látjátok a filmet, majd rájöttök. Vannak ilyen nagyon elvetemült, ilyen nagyon fantasy jelenetek, amikor nagyon szabadjára engedik a dolgot, és tényleg látszik, hogy tágítani akarják az univerzumot, és azon látszik, hogy ez csak bele van rugdosva, amennyire csak bírják. Tehát ilyen nincs helye a filmben. Egyszerűen. És pont emiatt vagyok nagyon nagy bajba ezzel a filmmel, mert amikor jó a film, akkor nagyon-nagyon jó. De amikor meg nem jó, akkor meg nagyon-nagyon rossz. Ez még rosszabb, mint hogyha egységes ellen. Igen. Akármelyik. Vagy valami középszerű, mert nem. Mert néha megcsillan benne a kreativitás és az egyéniség. És pont így ezt is írtam valahol, megmondtam is, hogy Guy Ritchie filmnek túl átlagos, átlag filmnek meg túl Guy Ritchie is, és így a két szék között a pad alá esik, sajnos. Ez a legrosszabb, igen. És ez milyen arányban vannak? Hát az átlagos részek mondjuk ilyen 60%-ban vannak, vagy 70%-ban inkább. Az dominál akkor. Igen. És milyen hosszú a film? 2 óra 6 perc, tehát ilyen 2 óra környékén van amúgy. A szinkron nem olyan szörnyű, ki lehet bírni, de azért majd ezt lehet, hogy meg fogom még egyszer nézni angolul, mert tényleg azért így lehet, hogy így annyira kiéheztetnek ezek a középszerű pillanatok a filmben, hogy amikor meg jön egy ilyen jellegzetes dolog, akkor meg így annyira tudsz neki örülni, és így ökölbe szorítod a kezeled, és ez levegőben boxolsz, hogy na ez mennyire király volt. Meg, ja igen, még ami eszembe jutott, hogy a filmben így az akciók nagyjából rendben vannak.
de a végén így nagyon beindul ez a nagyon mű, nagyon CGI akció, amikor így látszik, hogy ott is így akarnak valami egyet itt beletenni, valami olyat, amit korábban eddig nem, vagy nem jellemző így ezekre a jellegű filmekre, ez meg nagyon látszik, hogy minden CGI-ja van, és egyszerűen szarul néz ki. És kivet az élményből, pedig tényleg néztem, és így mondom, azért erre rászállnak még egy hónapot mondjuk, vagy egy két hetet, hogy ezt rendesen felvegyék, megcsinálják, akkor egy akkora finálét kaptunk volna, hogy arcon vág minket, és így leszakad a ház. Mm. És tényleg amúgy, tehát kicsit amúgy elszomorító a film, mert ez egy sokkal jobb film lehetett volna ennél. A Guy Ritchie amúgy szerintem az tipikusan az a fajta rendező, bár ezzel lehet, hogy most egyedül vagyok, mert én például adtam egy esélyt a Sherlock Holmesnak és a Sherlock Holmes árnyátéknak is, nekem nem jön be. Elfogadom, hogyha pedig valakinek tetszik. Van egyfajta stílusa, van egyfajta lazasága, elismerem, de valahogy nekem az nem a stílusom. És már ott is azt éreztem egy picikét, ugye azok is már azért nagyobb költségvetéssel készültek, mint egy Ravasz az agy, vagy egy blöff. Tehát a Ravasz az agy, hát a Ravasz az agy az annyi pénzből készült, amennyivel én reggelbe megyek a pékségbe, tehát körülbelül így ennyi. De szóval szerintem a Guy Ritchie az a fajta rendező, akinek sokkal jobban áll az, illetve sokkal jobban tesz az, hogyha kisebb költségvetéssel dolgozik, és sokkal kevésbé tudja kiélni magát, hogyha a stúdió áll mögötte. Tehát például szerintem nagyon jó példa volt erre a Spieler, amit ugye szintén kis költségvetésből készített, valamikor 2007-ben azt hiszem, és az volt ugye nagy visszatérése ugye a Madonna korszak után, és ott is szerintem tök jól átjött az, hogy milyen az, amikor ő igazán elemében van, és igazán kreatív, igazán magáénak tudhatja a teljes történetet és a forgatókönyvet, mint egy ilyen film esetében, mint az Arthur király, amikor érezhető ezek szerint, hogy hát nem ő volt az, aki a kezében tartotta a gyeplőt, hanem őt tartotta a kezében a stúdió. Tehát ez így egy kicsit szerintem, ő egy olyan rendező, akinek jobban áll az, hogyha kisebb költségvetéssel dolgozik talán. Hát lehet, hogy kontrollat annyira nem megy neki, és pont azért nem örültem, hogy ugye bejelentették, hogy az Aladdin filmet meg ő fogja csinálni. Hát az kétesélyes. Hát én nem tudom, tehát most így inkább ugyanolyan történetnek érzem azt, mint az Arthurt. Tehát így most tényleg ilyen misztikus utcagyerek, és akkor felemelkedik, meg minden, csak ebben még musical betéteket is akarnak tenni, és holy shit, miért kell ez? Tehát így én nem érzem azt, hogy oda Guy Ritchie kellene. Hogyha John Favreau csinálná, ugye, aki így a Dzsungelkönyvét is, meg stb., akkor állva tapsolnék, hogy ez kurva jó lesz, mert én nagyon szeretem az Aladdint amúgy. És mondták, hogy olyan Will Smith lesz a Gene, ami szintén egy szerintem pozitív dolog. Nem lesz egy Robin Williams jó eséllyel, de abban ott a lehetőség. De nem hiszem, hogy Guy Ritchie-nek pont Aladdint kellene csinálni. És ki lesz az Aladdin? Michael Fassbender? Nincs olyan szerencsénk amúgy. Hát szerintem keresni fognak amúgy egy ilyen... Szerintem Riz Ahmed lesz amúgy. Ez most tipp, tehát nincsen bejelentve semmi. Vagy a Dev Patel. Ja, de ő még jó is lenne. Aha, hát na, akkor már inkább a Riz Ahmed. Biztos Kevin Hart lesz. Hú, az erős lenne, mondjuk. De... Tommy Lee Thomas. Vagy Tommy Wiseau. De... Tommy Wiseau. Ő lesz a Gene, mégiscsak a Will Smith lecserélik Tommy Wiseau-ra. Remélek is megélik. You're killing me. De ja, tehát így, én nem, szerintem nincs arra szüksége senkinek se, hogy Guy Ritchie Aladdin csináljon. Guy Ritchie-nek meg főleg nem. Ezt akartam épp mondani. Tehát így tényleg menjen vissza Angliába, a kis rendezői gázsiát forgassa bele valami kis pici filmbe, amiben így elemébe tud lenni, mint ahogy a Shyamalan is csinálta, és akkor az tök király lesz. Igen, neki kicsit 5 lépést vissza kéne vennie, hogy előrébb menjen. Mert... De most tényleg én ezt a Shyamalan-szindrómát érzem rá. Igen. Erre mondjuk, szüksége. Mondjuk azért Guy Ritchie nem volt... annyira a mély ponton, tehát azért de neki ne a... De ne is jusson el. Nem, persze, szeretném. Hát volt ő már egyébként, tehát a korábbi, tehát a Hullámhegy meg ilyeneknél azért ő bőven volt, de neki amúgy egész jól ment, tehát legutóbb volt neki, azt az Uncle embere, vagy melyik film volt. Én azt bírtam. Az se volt rossz tulajdonképpen. Hát az se volt sikeres. Nem, hát, de szerintem Guy Ritchie nem is az a rendező, aki annyira az anyagi sikerre bazírozna mindig, bár az Arthur királya valószínűleg azt élozta be, mert azért mégiscsak egy blockbusterről beszélünk.
De hát nem tudom, lehet úgy van, sőt, biztos úgy van, hogy Gergő is mondta az imént, hogy, hogy tényleg neki meg kéne állni ennél a szűkebb költségvetéssel, viszont maximális kihasználtsággal állhasson egy film mögött, és az, az neki nagyon megy. Tehát amikor 100%-ig ő irányít, az szerintem minden egyes filmjén érezhető, és azok, azok messze a legjobb alkotásai. Az a vicces, itthon az Arthur király plakátjánál egyébként nagyon szar volt a film marketingje is, tehát én gyakorlatilag a film, nem tudom én mikor startolt, hónap végén, vagy nem mi tudom, az? De így gyakorlatilag a premier előtt egy héttel hallottam így igazából róla. Tehát így néztem, hogy mi nem hallani erről, Guy Ritchie azt. Így a plakátján is nem az volt, hogy Guy Ritchie rendezte, hanem a Sherlock Holmes rendezőjétől. Tehát ennyi, ki se írták már. Igen, az előzetesnél én is furcsáltam, hogy azért még egy blöffet illett volna oda rakni. Nem tudom, valahol hát, hogy csak a nevét, vagy valami, hát de igen, nem. Tehát, hogy azért, Sherlock Holmes azért rendezőjétől. A Sherlock Holmes az, most jó, nem én vagyok a legjobb példa, mert mondom én, nekem az nem jött be, de azért az objektíven nézve, és hát messze nem a legjobb filmje. Hát csak legpopulárisabb. Hát, talán, hát igen, meg igen. Talán a legjobb hollywoodi filmje, inkább mondjuk úgy. Tehát amit így Hollywoodban csinált nagy pénzből, ott azért az egy sokkal stílusosabb film volt. Meg hát jó, az Downey is vitti nyilván, meg akkor még ott volt az aranyember, Vasember Láz, úgyhogy szerintem ott az még vitte. Ja, de még az első Sherlock Holmes az tényleg király volt, a másodikat én annyira nem szerettem, de abban meg benne van mindenőjük egyik legjobb akciójánta azzal a vonatos, erdőben rohanós akcióval, ami mai napig bármikor meg tudok nézni amúgy. Tehát nem tudom, hogy mennyire van meg nektek. Én nem addig láttam, én nem jutottam el. Nem? Oh shit. Na mindegy, aki látta a filmet, az viszont tudja, hogy miről beszélek. Tehát, hogyha így más nem is néztek meg abból, de azt az erdősenyetet látni kell, mert ott az egy 130%-os jelenet, amit így, ami úgy utána egy viszonyítási alap lesz neked így az erdős akciókkal kapcsolatban. Mm-hmm. Hát ugye a versus után majd jó fogaskodni. Jó, tehát akkor elég fele más volt akkor igen, a filmélmény. Igen, akit nagyon érdekelt, meg tényleg így szereti ezt a stílust, az mindenképpen menjen el rá. És amúgy én nem bántam meg, hogy adtam Guy Ritchie-nek erre pénzt, mert tényleg amikor helyén volt, akkor nagyon. Uh-huh. Hát egyszer majd pótoljuk. Ja, szerintem. Igen, otthon nézzétek meg, hogyha már moziban nem jutok el rá, nincs rá idő, nem érdekel annyira. De egy próbát mindenképpen megér, mert van benne pár egészen jó dolog. Uh-huh. Jó. Oké. Okay. Na, a következő filmünk az szerintem a podcastben nem lett még kibeszélve, max úgy, hogy azt hiszem talán a Black Sheep mondta az év filmjeinél. Mint hogyha ez rém lenne. Most emiatt kár, hogy ő nincs itt, de majd ha meghallgatja, úgyis szóba fogja hozni szerintem legközelebb. Annyit tudok hozzátenni, hogy a kettőnknek a véleménye az nagyjából ugyanolyan. Tehát amit én el fogok mondani, az nagyjából az ő véleményét is fedi. Aha. Jó. Na, akkor a Boszorkány. Ez a tavalyi, hát ilyen horror hype-nak a mintapéldánya, mert ilyen ugyanúgy fesztivál siker, mint a vademberek hajszája. Rengetegen mondták, hogy hú, ez nagyon ott van, és ez milyen félelmetes, meg ennek olyan hangulata van, hogy beszarsz. Filérekből készült, nem túl ismert színészekkel, és meg kell nézni. Jó, hát én megvettem DVD-n, vaciláltam most Blu-ray vagy DVD, de úgy mondták, hogy nem szükséges a Blu-ray, úgyhogy nagyon örülök, hogy rábeszéltek, hogy elég a DVD, mert szerintem ez felesleges HD-ben nézni. Miről szól ez a film, a Boszorkány? Az 1600-as években vagyunk, ha jól emlékszem. Uh-huh. Angliából egy család áthajózik az USA-ba, miután hát mondhatni, kiüldözik őket a falujukból, és hát egy új reményt szem előtt tartva gondolták, hogy Amerikában minden jó lesz egy kis saját farm, és önellátók lesznek, és még el kell mondani, hogy borzasztó vallásosak, tehát ilyen
embertelen mód. Hát de alapból egy ilyen vallási közösségből szakadnak. Igen, tehát igen, igen. Alapja is ez. Tehát mindent alárendelnek a vallásnak, mondhatni. Igen, igen. És ez a kis farm, amit felépítenek, ez ott van közvetlen egy erdő mellett, és hát bajokkal küzdenek, ott a termés nem túl jó, és nem igazán találják a helyüket, de hát ki kell tartani, meg majd Isten átsegít minket ezen, meg stb. Aztán hát a film elején már is történik egy szörnyű tragédia. Ez egy ilyen, hogy mély vallásos családoknál ez rendszeresen előfordul, nagyon sok gyerekük van, és a legkisebb egy satszra, nem tudom, pár hónapos gyerek egyszer csak eltűnik. És hát keresgélik, de nem találják, és mindenféle furcsa dologra dolgot vesznek észre ott a környéken, de hát először azt hiszik, hogy egy farkas volt, vagy valami ilyesmi. Hát, hogy mi történt azzal a gyerekkel, azt abban én nem akarok belemenni, mert ott kicsit megviselt. Látjuk egyébként. Igen. Tehát a film nem árul zsákba macskát, az nagyon kegyetlen. Hát szerencsére tehát explicit mód nem látjuk, csak hát, annyit épp elég, hogy az embernek kiforduljon a gyomra. Annyit lehet szerintem mondani, hogy egy milliméterre tovább húzzák azt a képsót, akkor az már explicit lett volna. Igen. Az nagyon-nagyon kegyetlen, és azért tegyük hozzá, hogy a kb. Nem tudom, negyed óráról beszélünk, tehát körülbelül 10 perce megy a film, úgy, történik. Úgy. Igen, tehát igen, rögtön igen. Ezzel indít. Azért az igen. Nagyon meredek. Igen, hát mi is itt néztünk, hogy azt a rohadt. Jó, hogy családdal nézted? Hát Freddy néven néztem. Úristen! Hát, kaptam pillantásokat, hogy mivel szarom el az estét itt. És az még csak a bemelegítés volt. Hát szerintem azért az volt a legvészesebb, de majd igen. Akkor erről még beszélünk. És igazából, ahogy a film címe is elárulja, igazából az egész mögött egy boszorkány van, aki az erdő mélyén van, egy ilyen kunyhószerűségben, és ő neki a szelleme az így hatással van a község lakóira, meg ilyenek. Tehát én szerintem ennyit mesélek ennél tovább, szerintem felesleges, mert olyan sok nem is történik egyébként a filmben, hogy nagyon tudnék még történetből mesélni, de nem is kell szerintem, mert a filmnek a legnagyobb mozgatórugója az egyértelműen a hangulata. Tehát egy olyan szinten depresszív, kilátástalan, nyomasztó hangulata van, hogy az egyszerűen tényleg ilyet ritkán látni. Igen, és nagyon szépen idézi meg a 70-es évek horrorfilmjeinek a hangulatát. Volt egy Donald Sutherland-es horror, a Ne nézz vissza, azt hiszem. Nem egy túl jó film amúgy, de nekem legalábbis nem jött be, de annak volt nagyon hasonló hangulata, egy ilyen rendkívül depresszív, nagyon-nagyon szürke, tehát biztos neked is föltűnt, Freddy, megmondom neked is, Gergő, hogy alig vannak színek például, meg ilyen iszonyatosan reményvesztett az egész már az első perctől kezdve, és ezt viszi végig, így zenesen agyon van, hogyha belegondoltok, az operatőri munka is nagyon steril, úgyhogy tényleg ezt az első perc az utolsói maximálisan fenntartja. Igen. Gergő, itt vagy? Igen, itt vagyok. Jó van. Én azt a filmet még amúgy régebben láttam, szerintem, hát még tavaly valamikor, úgyhogy így, ugye nem sok minden történik benne, ezért annyira nem is tudom elmondani, hogy ilyen konkrét plotpointokat mondani a filmből. De, nagyon nincs. De a kecske. Hát az a kecske. Kurva kecske, az olyan rohadt kecske, volt, azt a kurva. Hát én azóta, hogy félek az állatkertekben, meg az állatsimogatókban amúgy, mert rohadjon meg amúgy. Hát ne viccelj, hát az brutális. És várjam, Fekete Filip. Beszélt is, nem? Igen, hát konkrétan nem láttuk, amikor beszélt, de hallani lehetett. Igen, tehát annyira kiborított. De lehetett látni. Lehetett konkrétan azt, hogy mozog a szája? Azt szerintem nem. Azt nem. Szerintem nem. Na... A film végén lehet látni, aha. Csak nem mint kecske.
Azt akartam mondani, hogy akkor már nem kecske alakban van. De meg, tehát így mondta az operatőri munkát, szerintem annyira gyönyörű ez a film. Tehát, hogy annyira szépen van az egész megkomponálva, és így tényleg így mint hogyha egy ilyen festményeket, egy ilyen festmény sorozatot néznél, amire így valaki azt mondja, ennek amúgy van történet. Tiszta izé, Valhalla Rising. Ja, igen, amúgy de igen. Azért ez a nagy csöppet szórakoztató. Mondjuk én azt is bírtam egyébként. Hát azért, na, tehát azzal szemben ez nézhető. Tehát így szerintem, ez egy első filmes rendező voltam, hogy azt hiszem valami díszlettervező, vagy kosztüm izé, tervező a fazon, és nagyon autentikus volt amúgy magára az egész filmre ránézni. Uh-huh. És volt tényleg a hangulatot annyira jól adagolta, és pont ezért így valószínűleg nem fogom soha büdös életbe végignézni, de emlékezni fogok rá, hogy na a Witch az egy úthenger volt. Hát az biztos, igen, és konkrétan tényleg az, hogy az első percekben már felüt egy feszültségforrást, és folyamatosan adagolja a feszültséget, meg a nyugtalanságot, és olyan bámulatosan el tudja érni azt, hogy amikor konkrétan nem látsz semmi fenyegetőt, akkor is nagyon-nagyon nyugtalan vagy, és így kényelmetlenül érzed magad, és hát nem tudom a színészekről mennyit érdemes szólni, nem nagyon van híresség a filmben, de hát ugye az Anya Taylor-Joy mostanában már így lehetett látni, ugye a Splitben, igen, meg, így mostanában... Meg most belett castingolva talán valamelyik X-Men filmbe. Hát igen, de nem zárom ki, hogy a Witch-nek köszönhetően. Tehát biztos amúgy. Ez, tehát amikor ez a film készült, akkor ő valószínűleg nem volt még annyira sem ismert név, mint most. De szóval tényleg az, hogy a színészek is szerintem nagyon jól teljesítettek. Igen. Én külön szeretném kiemelni, nem tudom, hogy szinkronosan láttátok, de szerintem nagyon-nagyon jó szinkronja van. Iszonyat jó. Tehát a korhű nyelvezetet azt visszaadja. Tehát az nagyon jó, mindenképpen érdemes megnézni, úgy is. És mi a Black Sheep-el sokat poénkodtunk ezen, hogy igazából az igazi boszorkány az édesanyja volt, szerintem. Tehát az valami kegyetlen, hogy ez mekkora kárpia az a nő. Hát én ezt a vallásosság számlájáról írnám, tehát hát elég bigott volt az. Hát akkor vallásosan volt hárpia, tehát ez sokat nem mentesített. Nem, de abszolút. Igen, csak, igen. Viszont nekem a filmmel azért voltak bajaim. Igen, azt láttam, hogy nem értékelted olyan túl sokra IMDb-n. Hát egy 6-os, tehát az nálam 8-as volt, tehát azért igen. Tehát ami nekem a filmben viszont tényleg nem tetszett, hogy a boszorkány az úgymond csak egy ilyen valami. Tehát sokkal jobb lett volna többet megtudni róla. Valami interakciót, vagy akármit, mert ennél még a Blair Witch Projectben is többet megtudunk a boszorkányról, úgyhogy nem is látjuk őt soha. És ez szerintem egy nagyon olcsó húzás volt a filmtől, hogy egyszerűen felépítsek egy ilyen mítoszt, de magáról a mítoszról semmit nem akar megosztani. Lett volna rá lehetőség, de így egyszerűen csak így az olcsóbbik utat választja, és így nem tudunk meg semmit. Tehát a film vége se tetszett nekem, és egész egyszerűen nem éreztem azt, hogy ez a film tényleg ezt az elképesztő lassú tempót ez tényleg így kellett volna megcsinálni. Tehát azért több ilyen parászatos jelentet szerintem el tudtam volna viselni. Még ha nem is a csecsemős dologra gondolok, de... Az inkább felkavaró volt, nem parászatos. Hát az, igen, hát az inkább gyomorforgató. De igen, egyszerűen igen. Több ilyen erdős jelentet szívesen megnéztem, mert az legtöbb rész a filmben az gyakorlatilag házon belül játszódik. És ez így nem tudom mennyire szerencsés. Tehát ott volt egy rohadt nagy erdő, ahol viszont alig voltak. Tehát én ebből sokkal többet kihoztam volna szerintem. Mármint nem én, hanem én többet reméltem, hogy kihoznak ebből. Ja. Előbb mondtad a Blair Witch-et, hogy ott sokkal többet megtudtunk a boszorkányról. Szerintem ez azért nem jó példa, mert a Blair Witch Projectbe ott olyan filmfőiskolásokat követhettünk nyomon, akik egy legendát kutatva mentek egy erdőbe, tehát ők tökéletesen ismerték annak a legendának a hátterét, arról nem is szólva, hogy az a legenda, a Blairi boszorkánynak a legendája, az a valóságban is létezik, tehát ugye a ideglenés annak idején pont ezért is
kajálták be annyian, hogy ez egy valós történet, mert a Blairi erdőnek és a Blairi boszorkánynak a legendája, én úgy tudom, hogy létezik, tehát ott teljesen szerintem, érthető. Szerintem csak bekajáltotta is. Nem, én úgy tudom, hogy van alapja. Tehát, hogyha nem is pontosan ugyanez a sztori, de van alapja, majd utána nézek a podcast után, de ha ez nem is áll meg, az minden esetre igaz, hogy ők egy olyan legendának néztek utána, amiről tudták, hogy mi az, és ismerték a hátterét, a boszorkányban viszont csak belekerülnek egy adott helyzetbe, tehát ott önakaratukon kívül kerülnek be a boszorkánynak a vonzás körzetébe, úgyhogy De szerintem ugyanakkor kérdezősködhettek volna, tehát azért nem volt... De kitől, Freddy, senki nem volt ott. Hát ott volt egy község mellettük, tehát oda mentek, tehát nem igaz, hogy nem hallottak azokról. De onnan nem véletlenül, szerintem onnan kiváltak, nem? Kiváltak, hát önszántukból jöttek el, hát az apa az elején gyakorlatilag önszántából hagyja ott azt a közösséget, a családja azt többször próbálja rábeszélni, hogy menjenek vissza, de egy idő után, ha belegondolsz, már nem is tudnak visszamenni, mert nincsen ló. Tehát egy idő után már el vannak zárva a külvilágtól. Nő, de hát ez jó, oké. De információszerzés, vagy nem tudom, tehát... 16. században milyen információszerzés? Írjon rá a főpápára, Vájberem, vagy mire gondolod? Vagy rendben kérdezzen. A film végét szem előtt tartva, azért nem hiszem, hogy ezekről senki nem hallott még korábban. De még ha így is lenne, voltak ott azért interakciók, és egyszerűen illet volna többet megtudni erről a boszorkányról. Tehát az nekem... biztos, hogy én is többet akartam tudni, de... Nekem ez nem hiányzott. De nem igényli maga a történet amúgy. Tehát persze minden érdekel, amiben rejtély van, majd erről későbbi filmben is lesz szó, de hogy itt nem ezen volt a hangsúly szerintem. Szerintem se. Szerintem. Ez nem ezen volna szó. Szerintem, és jót tett volna a filmnek. Volna. Egy más rendező által, mit tudom én, egy James Wan megcsinálja ezt a filmet, akkor biztos, hogy sokkal érthetőbb lenne. De itt igazán tehát ez egy hangulatfilm volt szerintem, ami nyilván a szinonimája annak, hogy lusta volt a forgatókönyvíró vagy egy művész, de én speciál nem igényeltem. Hát a hatás ugyanúgy megvolt. Én még azzal egészíteném ezt ki, hogy mondtad, Freddy, hogy kevés jelenet játszott az erdőbe. Szerintem ez azért nem probléma, mert ha több jelenetet raknak be az erdőbe, lehet, hogy csak azért mondom ezt, mert már az előbb is említettem a Versust, és lehet, hogy én alapból egy kicsikét távolságtartó vagyok az erdőkkel, de szerintem, hogyha több jelenetet raknak be, konkrétan direkt face-to-face ijesztő jeleneteket, amik az erdőben játszódnak, akkor egy idő után azok veszítettek volna az erejükből. Tehát nekem pont az volt az érzésem, hogy ritkán vannak ilyen képsorok, amik effektíve jumpscare-rel, vagy mondjuk direktebb ijesztgetéssel operálnának, de amikor voltak, azok brutálisak. Tehát gondolj bele abba, amikor például a kisfiú konkrétan találkozik a boszorkánnyal, remélem ez nem spoiler, amikor konkrétan összefutnak, hát az kegyetlen. Az a képsor, az eszméletlen. Az valami vérfagyasztó szerintem. Na jó, de itt egy-egy ilyen jelenet között akár 20-25 percek is vannak helyen. Igen, pont ettől úgy annyira. De ez nem, ez nekem már kicsit neked túl sok volt. Volt. Jó, hát nem olyan lassú, mint a következő film. Én mondani akartam, hogy kezdem érteni, hogy mi lehetett a baj a következő filmmel. Jó. Úgyhogy mindenképp egy érdekes film megnézése, de én ezt az hát óriási hype hangulatot... Amúgy. Tehát nem teljesen. Tehát ez egy abszolút nem mainstream film. Tehát hát egyáltalán biztos vagyok benne, hogy akár még többen is utálják szívből, mint szeretik. Mert hát így az átlag néző azt szerintem feladja. Hát ez tényleg nem azoknak van, ez a horror fanoknak van, meg akik tényleg az ilyen ingyenc filmeket akarják látni, hogy valami különlegességet, ami még nem volt korábban, és annak viszont állati érdekes. És mondom, ez se újra egy nézős film. Abszolút nem. De én nem is tudom, hogy ezt egyébként horrornak... A klasszikus hát horror... Szerintem nem abszolút, tudom, szerintem ilyen suspense... misztikus suspense, vagy én nem hát tudom, most kitaláltam egy zsánert. Szerintem, amikor azt mondjuk, hogy horror, akkor szerintem erről beszélünk. Szerintem pont ezt fedi le a horror. Hát, az tudom, igazi, vagy tiszta horror. Szerintem azért megkérdezed az átlag nézőt, hogy jó, hát egy boszorkány... horrorfilm alatt mit képzelsz? Ez szerintem az emberek 90%-a nem ilyesmit vár. De egyébként tök egyetértek, hogy ez egy ilyen ritkaság, amit emiatt kell és bátor, értékelni. És bátor film. Az biztos, igen, a visszafogottságával nyilván bátrabb
szerintem, mint ahogy a legtöbb ember csinálta volna, hogy kemény vonalosan ezt a stratégiát végigvitte, de én egy kicsit mást vártam be valami őszintén. Egyébként az újranézőst, ezt én is aláírom. Én sem akarom újranézni. Én sem nézném egy hamar újra. Soha többször nem akarom látni. Most az előbb rágondoltam a kisbabás jelenetre, és nem. Köszönöm, nekem az egyszer elég volt. A kecske ilyen gonoszan tud nézni. Meg az a kecske. Hát az kemény, nagyon durva. Nagyon lélekromboló film, eszméletlenül megviseli az embert olyannyira, hogy mikor vége lesz a bosszankány, akkor kedved lenne fölhívni egy dílert. Ez a családban van valamilyen... Erre gyúrtam már egy hete, jó? Úgyhogy ezt... De szerintem már SMS-ben most küldte, hogy bazzak, küldj már valamit gyorsan. Ja. Na, Sorter, díler... Te mondtad nekem, hogy beszélni erről a filmről, amitán kiderült, hogy részt tudsz venni. Igen. És írtad is Twitteren egyébként, most, hogy így visszaemlékszem, hogy írtál erről, hogy így kedvenc magyar filmed, meg igen. Ilyenek. Hát már kb. 10 éve. Nem 2004-es film. Nem, én nem sokkal a bemutatója után láttam, moziban nem néztem meg, szerintem ezt itt nálunk Kecskeméten nem is játszották, de nem sokkal a premierje után láttam, és azóta is abszolút tartom ezt, igen. És a múlt héten megnéztem újra kb. 20-szor életem folyamán, és azért gondoltam, hogy úgy tudom, hogy még ugye nem volt róla szó a podcastben, nem is tudtam, hogy ti ismeritek-e egyáltalán, mert nem egy ismert alkotás, és ezért gondoltam, hogy akkor betopom. Jó. Adta magát, hogy megnézzem, mert fenn is van Inda videófilmen. YouTube-on is fent van egyébként. Igen, de ott elég szar minőségben, úgyhogy az indás verziót preferáltam. Meg ma itthonról dolgoztam, úgyhogy gyönyörűen lehetett munka mellett nézni. Úgyhogy megnéztem. Én most meg szeretném hallgatni, Sorter, hogy neked miért ez a kedvenc filmed, meg hogy miről szól egyáltalán. Magyar film, igen. Ki rendezte? Frigauf Benedek, de Frigauf most a Bence. Ja, igen, már jó. Most a Bence, igen. Így van, jó. Többek között ő készítette a Rengeteg című filmet. Az Elfújta a szél. Az a Csak a szél, Freddy. Az Elfújt, az más. Fuck, így az abban a Kárgéből volt, és mellesleg a világ egyik legismertebb filmje, de nem igen, értem. Igen, igen, Csak a szél, bocsánat. A Csak a szelet nemrég, azt hiszem, tavaly készítette a Lilium ösvényt, tehát volt neki egy angol szász filmje, angol szász nyelvterületen készült, talán pont angol filmje a Mé, ami által szintén nagyon jó. Úgyhogy... Azért nem egy mainstream rendező maradjuk. Nem, egyáltalán annyiban. Nem, de szerintem ő tudatosan nem az. Az abba biztos vagyok. És hát ugye a Dealer sem egy mainstream film, maradjunk ennyibe. A Dealer gyakorlatilag arról szól, hogy egy drogdealernek, akinek nem derül ki a neve, követhetjük nyomon egyetlen egy napját, hát nem egy napját, igazából 24 óráját, kb. És... láthatjuk, hogy ő miután elindul munkába gyakorlatilag, milyen emberekkel találkozik, kikhez megy el, akár munka céljából, akár más célból. Gyakorlatilag egy ilyen, leegyszerűsítve egy ilyen road movie tulajdonképpen, és iszonyatosan depresszív, ez egy művészfilm amúgy, tehát abszolút még csak meg sem próbál közönségbarát lenni. Azt kell elképzelni, hogy az egész film alatt nincsen zene, csak egy folyamatosan ismétlődő, minek mondjam, Freddy, az nem zöre. Olyan, mint hogyha egy ilyen metró alagút fölött laknál, és így hallod mindig, hogy közeledik a metró, és elmegy alattad, ilyen igen, búgás, őrületbe kergetett. Nekem inkább az jutott eszembe, hogy amikor bemész egy hatalmas csarnokba, és tök egyedül vagy, és hallod a csöndet, azt a vízhangos valamit, amit nem is lehet igazából körülírni, de egy ilyen fajta hanghatás van az egész film alatt, de folyamatosan, tehát majdnem 2,5 órás a film, de folyamatosan ez megy, nincsenek színek, nem fekete-fehér a film, hanem ilyen nagyon fakó.
Tehát olyan szinten filterezett, hogy ilyet ritkán látni. De egyébként ez teljes mértékben szándékos, tehát ez abszolút, ez nem véletlenül lett ilyen, tehát ez persze. Egyértelmű. A párbeszédek azok rendkívül, hogy mondjam, érzelemmentesek, ahogy a főszereplő is egy gyakorlatilag egyébként, hogy hívják a színészt, jól nem jut eszembe, Keresztes Felíciám. Nem nagyon láttam őt még más filmben, szerintem nem is nagyon van más filmben. Itt szerintem fantasztikus, ahogy ezt a visszafogott, érzelemmentes, de ugyanakkor szeretni képes embert alakítja, szerintem lenyűgöző. Tehát azt arra akartam kilukodni, hogy minden szereplő ilyen nagyon távolságtartó, nagyon rideg. A múltkor, amikor megnéztem, akkor esett le, hogy mosolygó ember, aztán nincs is az egész film alatt. Egyszer lehetett látni, amikor a kislány? A kislány a trambulinon ugrál, tényleg, az anyja. De egyébként ez nekem is feltűnt. Igen, hogy senki. Tehát egy kicsikét a izére hajaszt talán a Only God Forgives-re, csak mondjuk szerintem ez sokkal jobb, de... Nekem a... Ne fejezd be ezt a mondatot. Nem. Kérlek. Mert az, hogy neked az jobban tetszett, akkor megőrülök. Igen? Egyébként igen. De engem ez a film sok tekintetben a Winter's Bone-ra emlékeztetett. Igen, arra az is valóban hasonlít. Hát ott is ugyanez. Csak az is jobban tetszett ennél. Igen. Jó, erre majd mindjárt rátérünk. Tehát ott is egyébként ebben igazad van egy ilyen nagyon rideg, nagyon távolságtartó, nagyon nem emberbarát, nagyon elidegenített világban játszódik az egész, ahol senki sem boldog, mindenki csak létezik, de nem él. Azért, mert egy olyan szar világban élnek, egy olyan szar életet, hogy semmi okuk nincs arra, hogy örüljenek bárminek, mert nincsen motivációjuk, múltjuk az lehet, hogy van, de jelenük meg jövőjük egyáltalán nincs, és az összes szereplő ilyen, aki a filmben felsorakozik. És igazából a történetről nem nagyon lehet többet mondani, tényleg tulajdonképpen ez egy sketch film, de abban a tekintetben mégsem az, hogy a főszereplőnek a figurája az összeköti ezeket a jeleneteket, mert a dealer maga az mindegyik jelenetben szerepel, illetve hát a kislánnyal van egy szorosabb érzelmi viszony azért, tehát az egy ilyen visszatérő momentum, meg a Barbara nevű lány, aki nem a párja, de a barátja. Tehát vannak ilyen visszatérő karakterek és történetszálok, de tényleg jobbára ezt az utat követhetjük végig. Arra vagy kíváncsi, Freddy, hogy miért ez a kedvenc magyar filmben? Fuck yes. Uh-huh. Hát igazából én még elég fiatal voltam, amikor először láttam a dealert, és tudom, hogy amikor megnéztem, akkor kb. Másfél-két hétig én a hatása alatt voltam, folyamatosan ez a film járt az eszembe, minden egyes képsorát, minden egyes jelenetét újra és újra értelmeztem magamba, és aztán erőt vettem magamon, és ismét megnéztem, és aztán megint, és aztán megint. Egyszerűen érzelmileg akkora hatást gyakorolt rám ez az alkotás, és gyakorol még mindig, hogy nem csak a magyar filmek terén, úgy unblock nagyon kevés olyan alkotást tudnék mondani, ami képes volt ezt a hatást elérni. Ha most hirtelen el kéne sorolnom mondjuk a 10 kedvenc filmemet, szerintem ott lenne köztük. Ez az egyik része. A másik az, hogy szerintem olyan jelenetek vannak ebből a filmben, amik akkora erőt képviselnek, tehát olyan, pont emiatt a minimalizmus miatt akkora érzelmi lökést tudnak adni az embernek, hogy az egyszerűen felfoghatatlan. Én nem tudom, hogy neked voltak-e ilyen jelenetek, azt már elmondhatjuk, hogy neked akkor valószínűleg nem annyira jött be a dealer, mint nekem, de hogy így finoman fogalmazzak, de nem tudom, hogy most már kénytelen leszel te is valamilyen álláspontot képviselni, mert hogy én tovább haladjak, ahhoz tudnom kell, hogy neked voltak-e olyan jelenetek, amik azért úgy tetszettek, vagy amik úgy megmaradtak. Tehát amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy például a gombás. Ahhoz mit szóltál? Gombás. A gombás jelenet. Az egyik leghíresebb. A csajjal, aki... Igen, de nem mondd el, ne süsd el a poént. Igen, na az egy olyan jelenet volt, hogy direkt kiírtam, hogy... ezt úgy kell kezdeni, hogy van egy jelenet, ahol 10 percen keresztül van egy párbeszéd, és közben a háttérben végig egy ilyen ugatást hallasz. Hát ilyen nyögések. Igen. Hát ilyen meghatározhatatlan, és de ilyen ritmikusan, így
Hát és így, igen. És így mondom, basszus, ez rohadt idegesítő. Tehát, és a film egyébként nem szűkölködik az ilyen megoldásokban. Én azt hittem, ez is csak ilyen rendezői stílus minta, és baromi idegesítő volt. Aztán annak a jelenetnek van egy slusszpoénja, és ott azt mondtam, hogy ez igen. Tehát ez tényleg nagyon ott volt, ez egy nagyon ügyes az sokkoló. Volt. Azt képzeld el, hogy én ezt megmutattam az anyámnak. A filmet nem, azt az egy jelenetet. Uh-huh. Vége lett, és gyakorlatilag úgy kelt fel a székből, hogy folyamatosan azt ismételgette, hogy úristen, 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 igen. Úristen, ment ki a konyhába, töltötte ki magának a vizet, megitta a remegő kézzel, és folyamatosan azt mondta, hogy úristen, úristen, úristen. Igen, az egy olyan megoldás volt, hogy mindenképp ez az egyetlen olyan nagyon erős jelenet nálam ennél a filmnél, amire szerintem később is emlékezni fogok. Akkor azt hadd kérdezzem meg, hogy amikor az apjához elmegy, az nem? Mert nekem az a másik nagyon-nagyon nagyon nagy kedvencem. Nem, ott a párbeszéd az egyszerűen őrületbe kergetett. Tehát el kell mondani, hogy kb. Az egész filmről, hogy olyan életszerűtlen, idegesítő párbeszédek zajlottak, hogy egyszerűen kiborított. Tehát én ki is írtam egy ilyet, felkészültem, szóval fejből tudom az egész filmet, tehát mondhatod. Ilyen párbeszédek vannak, hogy a főszereplő és a barátnőjek között, és itt közben ilyen nagy szüneteket képzeljetek el, meg úgy kb. Az összes párbeszéd között, hogy holnap elutazom Lisszabonba. Hát persze. Hogy hát persze? Hát persze, hogy elutazol. Te félelmetes vagy. Tényleg így van, ahogy felírtam. Miféle párbeszédek ezek? És utána csend. Tehát meg se beszélik, csak egy ilyen röpke visszakérdezés, meg, és tele van. Ez az apás jelenet is. Egyszerűen így mondja ott monoton hangjával, hogy bárcsak anyád is itt lenne, tudod? Most itt biztos örülne neked, tudod, hogy itt vagy, tudod, és mindig ez a tudod, mondom, fogd már a szádat, nem igaz. Legjobb az volt, amikor mondja, hogy az anyádnak a sírja itt van, érted? Itt van, és nem a temetőben van, mert ott nincs. Ő igen. Már csak itt van. De egyszerűen, hogy bírtad ezeket a párbeszédeket? Most válaszoljak, vagy még folytatom? Nem, nyugodtan válaszolnék, mert ez nekem teljesen szétszette a film élményet. Tehát egyébként a maga koncepció egyáltalán nem rossz. Tehát figyeljük meg egy dealernek a napját. Talán a másik jelenet, amit kiemelnék, hogy talán a második kuncsaftja aznap egy ilyen régi barátja volt, igen, aki... hát nem tudom, valami Darwin-díjas megoldással a szoláriumban elaludt, és így szarrá égette magát. És feketére akkor... égtem, basz meg, még mondja igen, is, igen. És úgy kell elképzelni, hogy fekszik egy ágyon, és mindene be van kötve, csak így az orra nem. És már csak így tud beszélni, így a sóhajtással tud beszélni, majd a kilélegző levegővel, és utána a dealertől akarja az utolsó adagot, hogy túladagolja magát. És ez egy olyan, így felkaptam felkaptam a fejem, hogy oké, hát ez egy érdekes koncepció, akkor így gyakorlatilag így a kuncsaftra változik, hogy milyen hátterek vannak. És ez a koncepció egyébként szerintem egyáltalán nem rossz. Csak nem értem, hogy miért ilyen embertelenül művészieskedő módszerrel kellett megcsinálni. Tehát itt olyanokat kell elképzelni, hogy néznek egy tévét, ilyen egy mondat per perc statisztikával dumálnak egymáshoz, tehát itt teljesen életszerűtlen az egész, és még a téliben is a hang így visszafelé megy meg ilyenek, tehát ilyen Twin Peaks-esbe megy már át helyenként, vagy legalábbis én nem értettem egy szót sem, nekem nagyon úgy tűnt, hogy visszafelé hangzik el a szöveg. Nem tudom, melyik jelenetre gondolsz. Rögtön a legelején, amikor a barátnőjével ott van a lakásban. És ott én mondjuk a tévére nem figyeltem. Hát figyeld meg egyszer, tehát egy szót nem érteni az egészből, és ilyen furcsák is a hangsúlyok. Tehát tényleg, mintha így visszafelé lenne. Nincs kizár. Meg, de miért? Tehát miért kell ilyen hülyeségeket megcsinálni? Tudod,
Igen? Azt akartam mondani, hogy ami nekem a legutóbbi újranézésnél tűnt csak föl, hogy mennyire pokolian erős képsor volt, meg jelenet volt, nem tudom, hogy te is így gondolod-e, amikor a kislánnyal beszélget már este a lakásba, amikor próbálja rávenni, hogy költözzön hozzá. Igen. Az is szerintem egy annyira brutális képsor, hogy az nem igaz. Tehát ami ott elhangzik kettőjük között, az szerintem egyszerűen felkavaró. Ahogy az a kislány az egész helyzetet kezeli, hogy a totális rezignáltsággal, meg hogy gyakorlatilag szinte már rutinosan, ugye el is hangzik, ezt így elsüthetem spoilerként, hogy megkérdezi a dílertől, hogy ő az édesapja. Mm-hmm. És mondja, hogy ezt mindenkitől meg szoktak kérdezni. És ugye persze, mindenkitől meg szoktam kérdezni, akire az anya azt mondja, hogy az édesapám. Tehát most ahogy én elmondom, ez itt szart nem ér, tehát ez egy kalap szamócát nem ér, ahogy én most itt előadom, de a filmben azzal a hanghatással, azzal az operatőri munkával, azokkal a hangsúlyok, egyszerűen szerintem brutális, tehát olyan gyomros minden egyes jelenete, jó, ez nem igaz, mert kettő jelenet van, ami nekem sem tetszett egyébként, az egyik az, amikor... Hát elmegy ahhoz a nőhöz, aki minden egyes mondat után elmondja neki azt, hogy érted? Nem akarom többet látni ezt a bamba faszpofádat, érted? Igen. Értem, hogy mi volt a jelenet lényege, csak az szerintem nagyon idétlen volt. A másik meg az, amikor elmegy ahhoz a beszívott haverjához, aki saját magát nézi a tévében, hogy gyerekkorában kosarazik, az meg nagyon felesleges volt szerintem. Tehát az abszolút semmi plusz információt nem szolgáltatott. Tehát nekem olyan, mint hogyha ez a Friga Bence, ez így percre fizették volna, és próbálta a filmet minél hosszabbra csinálni, és minél indokolatlanul még jobban kihúzni egy-egy jelentet. Tehát ha van film, amit simán nézhetsz másfélszeres sebességgel, akkor az ez. Szerintem, és úgy, hogy lehet, hogy fel se tűnik egyébként. Szerintem meg nem, mert szerintem, hogyha ezt másfélszeres sebességgel nézed, akkor nem fogja azt a hatást kiváltani. Tehát pont ebben rejlik az ereje. Én, és most mondom el azt, hogy igazából nem vagyok meglepődve azon, hogy neked nem jött be. Tehát abszolút el tudom fogadni, mert ez egy nagyon-nagyon réteg film, ez abszolút érthető, hogyha valakinek nem tetszik, és ha valaki ebben nem találja meg azt, amit mondjuk én megtaláltam benne. Egyébként nem vagyok egyedül ezzel, tehát nagyon-nagyon sokan elismerik. Tudom, hogy annak idején még egyik legelső box volt, amit megvettünk 2004-ben, abban írtak a dealerről, és ott nagyon megdicsérték, és tudom, hogy akkor keltette fel a kíváncsiságomat, tehát hogy amúgy van ennek egy rétege, akik nagyon kedvelik, más meg totálisan idegenkedik tőle, és ez teljesen érthető, mert tényleg nem egy könnyű alkotás. Arra akartam még rátérni, hogy ugye mondtad, hogy megkérdezed, hogy én hogy bírtam ezt, hogy ez engem hogy nem zavart. Szerintem az erre a jó válasz, hogy bármelyik másik film esetében zavart volna, de a dealer az rögtön a legelején lefekteti, hogy ez nem abban a világban játszódik, amelyikben te meg én élünk. Itt nem olyan szereplők vannak, itt nem olyan emberek mozognak, ezek az emberek nem fognak úgy beszélgetni, mint ahogy te meg én szoktunk, meg ebben a világban nem olyan életszemléletek uralkodnak, mint amik a mi világunkban, mert itt mindenki a társadalom legszélén van, mindenki depresszív, és ebben a közegben, ebben a környezetben szerintem ez a legjobb megoldás, amivel nyúlni lehetett hozzá, mert oké, hogy emberpróbáló, de basszus a hatást így tudják elérni. Tehát itt ezt nem lehetett volna felpörgetes stílusban így előadni, szerintem. Haló? Hát itt vagyok. Jó. Csak azért a legelső kuncsaft azzal a vallási vezetővel, azért az nem az a depresszív társaság volt szerintem. Hát azok sem ugráltak éppen a Szivárvány úton. Hát nem, mert szerintem a helyzet miatt, hogy most mit csináljanak, de egyébként ezt is megértem, hogy így próbálták ezt a milliót bemutatni, hogy ez a kilátástalan drogos lét, igen, meg ilyenek, meg hogy elveszik a gyerekét, meg stb. De ezt miért kellett így csinálni? Miért kellett ilyen néző taszító mód megcsinálni ezt a filmet? Miért nem lehet? Egyébként a Trainspotting is helyenként már hogy mondjam,
átlendül abba az irányba, amiben szerintem nem kellett volna, de végső soron sokkal okosabban csinálja ugyanezt. Ebben a filmben tényleg egész egyszerűen csak egyszerűen indokolatlan dolgok vannak. Tehát egyrészt miért kell, hogy ilyen hosszú legyen ez a film? Olyan filmi megoldások vannak, hogy ez még a rövidebb egyébként. Tehát igen, ez a láttam, hogy van 2:40 is, tehát van. Én ezt elképzelni nem tudom, hogy akkor... Az egyik kimaradt jelenet az fent van innen, ha gondolod, akkor nézd meg, írd be Google-ből, hogy dealer kimaradt jelenet. Aha. És ott jó jelenet egyébként, nem a legerősebb, tehát nem baj, hogy kimaradt a filmből. Ott az történik, hogy konkrétan a halállal beszélget. Az érdekes, a halál elmond neki egy mesét. Ennyi a jó, történet. Tehát... Nagyon lassan beszélnek, ott is arra készül föl. Kicsit ott már engem is idegesített, de érdekes. Ezt is megértem, hogy a fő karakter az ilyen idő alatt teljesen eltompult, és mondja, hogy tehát ő nem ad be semmilyen cuccot, leszarja a pénzt, meg ilyeneket, hogy ő egy érzelmi roncs, pont amiatt, hogy ilyen kuncsaftokat lát nap, mint nap. Én ezt tök megértem egyébként a koncepciót, de egész egyszerűen nem lehet ezt szerintem így megcsinálni, úgyhogy miért volt ennek a rendezőnek ez a célja, hogy eltaszítsa magától a nézőknek a 4/5-ét. Miért nem lehet ezt úgy tálalni, hogy megtartja a saját mondani valóját úgy, hogy nem kell közben a nézőknek a nagy többségét az üretbe kergetni. Meg ezek a forgó kamerák, tehát... Szerintem zseniális. Annyira túltolták ezt az egészet, tehát miért... Itt vannak jelenetek, ahol semmit nem történik, csak azt látjuk, hogy így a kamera 5-ször átforog, így, és még a képet is eltakarja helyenként egy-egy fej, de olyan lassan mozog a kamera, hogy ez így önmagában, mire újra látunk valamit, vagy 8 másodperc. Ez a Fliegerhoffnál egyébként nem ritka. Te hány Fliegerhoff filmet láttál amúgy? Teljes egészében ezt. Igen, ezt. Mert ugye volt neki a rengeteg, a Csak a szél, Lilium ösvény, méh, tehát akkor ezek nem. Én azt hiszem a méhet, valamelyik fenn volt még Indán annak idején. Rengeteg volt fenn a szél ideig, de... Voltak ilyen fesztiválos, ilyen ideiglenes kínálatok, én azt hiszem ott láttam valamit, de ott is azt hiszem kikapcsoltam, mert... Csak azt akartam mondani, hogy a Fliegerhofftól egyébként ez nem ritka, ez a fajta megvalósítás, hogy körbeforgatja a kamerát, és gyakran egy fejt akarja ki, tehát ez a rengeteg az például nagyon szépen játszott. Jó, én szeretem a kamera körforgásokat, csak egyszerűen miért kell ezt így ennyi ideig? Tehát olyan, hogy a saját magának csinál a filmeket, mert ő tökre imádja ezeket, meg most már megtudjuk, hogy Sorternek is, de egyszerűen nem, ezt így egész egyszerűen nem lehet szerintem megcsinálni. Nyilván meg lehet, mert az ő filmje, de én ezzel meg lehet, mert hát szenvedtem. Én elképzelni nem tudom a dealert úgy, hogy ne így készült volna el. Tehát más technikával elképzelni sem tudom, hogy ez hogy létezne ez a film. Egy másik érdekesség, nem tudom neked föltűnt-e, nekem szintén csak a legutóbbi megnézés után, úgy vettem észre, hogy egyedül a női szereplőknek van neve. Az föltűnt? Egyetlen férfinak sincsen neve. A kislány az Bogi, a barátnője az Barbara, a kislány anyja aztán Vanda, a gombás csajszi pedig Linda. Igen, mondjuk most, hogy mondod, mert a... De a férfiaknak nincs neve. Régi osztálytárs, aki egy fogkosztümbe volt a Deák téren. Igen. Ne kérdezzétek, mi az értelme ennek. Annak se volt, az elégett csávónak se volt. Az apjának se volt, a dílernek se volt. Tehát, hogy ez múltkor tűnt föl, hogy jó, ez nem tudom. És ezzel mit akar mondani? Fogalmam sincs, hogy ez szándékos-e, vagy egyáltalán van-e bármi, amit ebben most így bele kéne látni, csak föltűnt. Jó. Hogy nem tudom, hogy ezzel akar-e bármit üzenni. Jó. Hát, én nem tudom ajánlani senkinek ezt a filmet, hogy nézze meg, de vörös nyilván... Vörös körök lettek a szemedben a film után, ugye? Nem, én egész egyszerűen csak próbáltam megérteni, hogy te mit láttál ebben, és lehet, hogy a Bad Movies teszi, de én ámultam, hogy ezt neked még az előtt láttam. Ilyen türelmed van ilyen filmekhez. Én mondom, én abszolút meg tudom érteni, tehát egyáltalán nem meglepő, és nem is tudok
nem is tudom azt mondani, hogy hát most ez mi ez, hogy a Freddynek ez mégis ennyire nem tetszik, mert tényleg, tehát tulajdonképpen azt se tartom kizártnak, hogy te képviseled a többséget. Bár azért ilyen fórumokon utána olvasom, azért eléggé népszerű, tehát azért a emberek nagy része szerette. Hát én úgy láttam, szerintem akinek nem tetszik, végse nézi. Valószínűleg egyébként, de mondom, hogy nem csodálkozom és nem furcsálom, mert érthető. Tényleg ez nem egy hétköznapi alkotás, ez szerintem az embernek vagy nagyon bejön és vagy nagyon elkapja a hangulata, vagy abszolút nem tud vele mit kezdeni, és mind a két verzió maximálisan alátámasztható és érthető. Tehát nekem is vannak olyan filmek, amikkel egyszerűen azt érzem, hogy ez nem az én világom, és nem tudok vele mit kezdeni. Valószínűleg neked is ilyen volt a Dealer, de azért örülök, hogy megnézted, mert legalább láttad, legalább most már elmondhatod magadról, hogy láttad a Dealert. Úgyhogy igaz, hogy sokat nem nyertél vele, de egy gombás jelenetet legalább. Hát így film alatt így arra gondoltam, hogy te is inkább begombászne? LSD-vel mennyivel színesebb lenne ez a film, mert tényleg olyan szürke minden, meg ilyenek, de taszító, valóban. Fenn van Indavideo filmen ez a film, jó minőségben is, úgyhogy döntsétek el. Én nem tudom ajánlani, Sorter annál inkább. Én maximálisan, de fenntartásokkal, aki nem szereti a művészfilmeket, az nagyon óvatosan próbálja be, mert tényleg nem akármilyen. Ennél nagyon érdekel, hogy ha ti, kedves hallgatók, vagy láttátok ezt a filmet, akkor mindenképp jelezzetek vissza, hogy ti hogy boldogultatok ezzel a filmmel, mert tényleg érdekel, hogy nekem van ennyire rossz tűrőképességem, vagy egyébként a lassú filmekkel nincs is bajom, mert például a Csak Isten bocsáthat meg, az is egy lassú film, de ott egyébként lehet filózni a mondani valón, és ott a képi világ az kárpótol azért a tényért, hogy most éppen rohadt lassan történik valami. Én a Dealernél ugyanezt éreztem. De a Dealernél... Na jó, ebben most nem érintem. Jó, nézzétek meg a filmet, ha érdekel titeket, és jelezzetek vissza, tényleg nagyon-nagyon érdekel. Gergő, mit szólsz? Hát... Gergő, ne nézze ezt meg. Szerintem sem, amúgy. Rohadtul nem neked való. Nem. Jaj, de jó. Szerintem sem. Én is azt mondom, hogy ezt szerintem inkább hanyag volt. Ja, majd egyszer, hogyha okosabb leszek. Karácsonykor itt leszel. Adjam Gergőnek a Dealert? Hát én inkább olyat mondjam, amit te szeretnél, ne olyat, amit Freddy szeretne, légy. Ja, nem. Nem, szerintem Gergő ezt hagyd ki. Igen, inkább igen. Na, haladjunk tovább. Blackship, nem tudod, hogy áll-e ez a filmhez? Blackship szereti? Blackship szereti. Nem annyira, mint én. Azt hiszem 8 pontot adott rá IMDb-n. Ő szereti. Ő szereti. Tudom, hogy őt is inzultálta az, hogy amit te is kiemeltél, a lassú párbeszédek, a sokszor nagyon lassú párbeszédek, őt a halálba idegesítette a nő azzal, hogy érted? Tehát, mint a Meki bácsi a South Parkba folyamatosan mondogatta nekem a film után, érted? Tehát őt az a halálba idegesítette, de egyébként ő szereti ezt a filmet. Uh-huh. Jó. Olyan ez, mint a Magam ura. Teljesen ugyanaz a helyzet. Uh-huh. Jó. Na, hát... Hallgatók, tegyetek igazságot, én azt mondom. Következő filmünk a Népakarata, egyben az utolsó előtti filmünk. A Vörös kört húztuk ki, ugyebár legutóbb 1970-es francia krimi, 2 óra 20 perc, azt hiszem, úgyhogy annyira nem rövid. Miről szól? Igazából egy frissen szabadult ex-tolvaj börtöntöltelékről van szó, aki mielőtt elmenne a börtönből egy börtönőrtől kap egy tuti tippet, hogy ez viszonylag kevés rizikóval jár, de ez egy nagyon nagy balhé lesz, és számít rá, hogy esetleg tud ezzel az infóval mit kezdeni, és hát aztán ezt a balhét először nem akarja elfogadni, még ilyenek, aztán csak utána jár, hogy ebben mennyi igazság van, és ezzel párhuzamosan látunk még egy olyan karaktert, aki
akit egy rendőr hozzá bilincselve egy vonaton elkísér egyik helyről a másikra, de elég kocifántos módon kiszabadul a bilincsből, és elmenekül a vonatról, és akkor ez a két ember, ez ilyen, hát szerencsének meg véletlennek köszönhetően így összekerül, és onnantól kezdve összefognak ehhez a balhéhoz, és utána hát a rendőrség szeretné ezt a elszabadult embert megszerezni, ilyen nagy hajtóvadászat indul ellene, és hát így ezt láthatjuk, hogy hogyan próbálkozik az egyik társaság a balhéval, meg a rendőrség őket elkapni. Alain Delon játssza ezt a börtöntölteléket. Egy más híres színész van még, akit az Egy kis kiruccanásból lehet ismerni, amit nem tudom, hogy láttatok ezt a Louis de Funès film, talán az egyik legjobb tőle. Akkor nem. Egyszer talán nagyon régen még gyerekként. Ilyen egy neve van, mint Sernek, csak most igen, nem eszembe. Igen, ő játszott a rendőrt. A rendőrt, igen. Meg ilyen. Hát ugye az Yves Montand, vagy nem akarok hülyeséget mondani, vagy nem akarom rosszul mondani a nevét, aki ezt a részeges mesterlövészt játszott. Ja. Yves Montand? Jól Yves mondom? Montand, nem tudom. Montand. Nem, ő nekem hát, mindegy, nem mindegy. Bennik. Ő még, úgy tudom, egy eléggé neves színész. Uh-huh. Jó. Hát igazából szerintem ennyi elég a történet. Ez egy viszonylag szerintem modern stílus van ennek a filmnek. Tehát ahhoz képest, hogy 1970-es, szerintem elég jól építkezik. Tehát ez az egész feszültségkeltés, meg viszonylag kemény is a maga módján. Tehát 1970-hez képest, tehát itt vannak olyan gyilkosságok, hogy nincs sok szórakozás. Tehát mire gondolsz? Hát ott az erdős jelenet például. Hát amikor konkrétan lelőlek két ember. Igen, igen. Tehát ott nem azon, hogy leütik, hanem puff-puff, letisztítja a fegyvert, tudom, másik ez... is ott. Nem tudom, így régebben ez így nem így szokott lenni, de ugye egyébként szerintem a film stílusa ez viszonylag modern, ami viszont engem itt is egy kicsit zavart, hogy nagyon ráérős szerintem a film, tehát lehetett volna sokkal feszesebb is. Tehát itt vannak olyan jelenetek, hogy mit tudom én, egy karakter, most csak egy példa, hogy nem tudom, átsétál egy egész téren. És oké, hogy megértjük, hogy elmegy arra a helyre, de tényleg muszáj, hogy lássuk, hogy az egész téren átsétál meg ilyenek. És a baromi ráérős a film. Azért nem egy dealer szinten. De... Épp mondani akartam, hogy itt mutatkozik meg, hogy ami bizonyos filmek esetében, mint például a dealer tök jól működik, az máshol nem biztos, hogy annyira jó. Na ez viszont érdekel, hogy te is akkor így gondolod, hogy lehetett volna feszesebb a film? Hát nagyon diplomatikusan fogalmaztál, amikor azt mondtad, hogy nagyon ráérős, mert én inkább úgy mondanám, hogy veszettő, unalmas volt. És ugyanakkor a díler meg lebilincselte. Figyelj, azért abba egyezzünk meg, hogy azért egy dílert és egy vöröskört azért röhögve sem lehet összehasonlítani szerintem. Tehát azért az egyik egy klasszikusabb vonalvezetésű akciókrimi, a másik meg egy ekte művészfilm rohadt depresszív hangulattal. Tehát mint hogyha a Mortal Kombatot és a Pac-Man-t próbálnád meg összevetni körülbelül. De igen, ami a dílernél szerintem tök jól működik, az itt abszolút mértékben indokolatlan, arról nem is szólva, hogy amit te is mondtál, az szerintem halmozottan igaz, hogy olyan dolgokban volt rohadtul ráérős ez a film, amiket így egyrészt föl lehetett volna pörgetni, vagy simán ki is lehetett volna hagyni. Annyi töltelék jelenet volt. Annyi, hogy ez a 140 perc, ez lehetett volna 100 is. De simán. Nagyon. Minden gond nélkül. Tehát akár csak azok a táncjelenetek abban. Ja, hát az hagyjuk. Meg hát könyörgöm, az összes rendőrséges jelenet. Engem az őrületbe kergetett. Tehát én az elején azt gondoltam, hogy a rendőr lesz majd a legszimpatikusabb figura, aztán közben igazából sok mindent nem csinált. Tehát én padlót fogtam, amikor kiderült az, hogy a rendőrség azt a nyomozási módszert fogja bevetni, hát hogy majd kihallgatjuk a spicliket. Te mondom, ez most komoly? Hogy basszus, hogy a rendőri nyomozás, hajtóvadászat, de ez ebből áll, hogy akkor megvárjuk, amíg a spiszli majd köp? Mert tényleg kb. Erről volt szó. Hát azért ez egy bevett stratégia.
Én azt értem, hogy a beves stratégia, de ettől a film még nem lesz izgalmas. Tehát ez szerintem az, az egy érdekes vonal volt, hogy a rendőr úgy helyezi a spiclit nyomás alá, hogy elmegy annak a lokájába, egy ilyen bárba, és már csak a jelenlétével hülye helyzetbe hozza, mert mindenki más tudja, hogy aha, ez egy zsaróval dumál, és akkor ezzel próbálja nyomás alá helyezni, hogy köpjön, és utána még segít is neki, hogy ad neki alibit, hogy mit tudom, lecsukatja úgymond idézőjelben 48 órára. Kétszer elmondta, hogy a betyár becsületed megmarad. Igen, tehát hogy ne égjen be a kuncsapja előtt. Tehát egy ilyen álcát játszottak, és ez szerintem egy érdekes történet volt. Érdekes volt, csak mondjuk nem fél órán keresztül. Jó, ez tény, de egyébként ahol viszont a film felpörög, az maga a balhé. Ott szerintem egy nagyon, nagyon jó kis 20 percet élünk át, ahol egy szó el sem hangzik. Igen, hát az izgalmas volt, igen. Tök húsban vannak. Mondjuk kicsit furcsa ez az akkori ilyen riasztó berendezések, tehát ott vannak ilyen fénycsorompós megoldások, amiket ismerünk, és nem tudom, hogy tényleg annyira okos ötlete, hogy két vagy három fénycsorompó van, de a kettő között ilyen 30 centis hézagok, tehát hogy meg is legyen az esélye az embernek, hogy esetleg átférjen közöttük. Igen, de, meg ez külön jó volt, ahogy fölemelték, vagy fölállították ott a mesterlövész puskát, meg minden, ja, az, igen, az, igen. Az jó ki volt találva, igen, az nekem is tetszett, meg nekem a legjobban az a rész tetszett, nem tudom, ti is így vagytok-e vele, az a jelenet, amikor először találkozik ott a mezőn a két főszereplő. Igen. Az nagyon jó meg volt. Aha, az nagyon meg volt csinálva. Az olyan laza volt. Olyan menő volt. Az nagyon, nagyon meg volt csinálva, igen. Én is azt hittem, hogy ilyen nagy konfliktus lesz ott, aztán kiderül, hogy tök kalkuláltan cselekedett. Ja, hát ott az ellenőrző pontos, így nem is értett, hogy ezek most ez így ennyire tudatos, hogy most mi volt ott, vagy hogy volt, és amikor így összeállt, az egész így elmondta, hogy miért nem, meg miért segített neki, és így, na, ez így egészen jó elmés. Volt, igen. Igen, igen. Gergő, hogy tetszett a balhés rész? Hát azt én nem láttam. Hát csak 80 percig ütött, és 80 percnél még a balhé kanyarba se volt. Hát akkor még a mesterlövésszel beszéltek, talán meg volt ez a spiclis beszélgetős rész, és akkor még egy óra maradt hátra, így úgy voltam vele, hogy na majd akkor ma. Hát na ma akkor nem. Ma nem. Nem volt rá idő, de lehet majd az adás után megnézem. Mert amúgy úgy relatíve tetszett a film, tehát úgy lekötött, csak azért annyira nem, hogy mindent félredobjak. Hát, meg olyan idióta jelenetek voltak benne, amikkel így abszolút nem tudtam mit kezdeni. Tehát ott volt például én nem tudom, hogy milyen indítatásból készítették ezt így el, de amikor a mesterlövész először szerepel abban a rémálomba, mi az a pókokkal? Ja, uh-huh. Patkányok, az nagyon hülyén. Kaméleon. Kis kaméleonok, meg tök kaméleonok, meg patkányok, meg kígyók. És így mondtam, hogy mikor lett ez, igen, a Jumanji-nak az előzmény filmje, ilyen tiszta fura, az így nagyon kívül volt. Szörnyecskék lájtam, úgy szerintem. Igen, igen, tehát tudom, akkor igen, azt mondjuk, hogy ki lehet vágni részeket, akkor ilyenekre gondolom. Ez például ez, igen. Nem is értettem, hogy mi baj volt annak a fazonnak. Hát azon kívül, hogy mondták, hogy be. Nem, azt mondta, hogy nem iszik. Hát akkor már nem volt, de hát azért ott az ágya körül eléggé durván fetrengtek a piás üvegek. Ja. Vagyis hát nem tudom, annyira részletesen azért nem mentek bele annak a csávónak az életrajzába. De az, nem tudom, ti is így vagytok-e vele, ami még engem nagyon zavart. Szerintem, és most elnézést kérek mindenkitől, én az Alain Delont nagyon kedvelem, szerintem nem játszott jól. Egy pillanatig nem éreztem, hogy ő ebbe a szerepbe annyira toppon lenne. Ez maga ez a karakter, ez nem igénylett olyan hű, de nagy színészi bravúr, tehát eleve nem is volt olyan túlzott érzelmi kitörése max a film legvégén. És hát a két főszereplő között sem nagyon működött a kémia. És azért egy heist filmnél azért ez fontos, tehát azért ez kell. Gondoljatok bele, hogy az Ocean filmeket mennyire kedveljük, mennyire szeretjük, Freddy-t kivéve, mert tudom, hogy te nem, de ott is azért a csapatszellem az eléggé durván hozzájárult ahhoz, hogy ez egy ilyen jó működő egész legyen, vagy akár a nagy balhé, ahol ugye a Robert Redford és a Paul Newman egy legendás párost hoztak. Itt, hát nem tudom, ez nekem valahogy így nem állt össze. Igen, ez jogos. Jó.
Most jó, mondjuk én teljesen más hátterük volt, tehát nem is nagyon, nagyon volt idejük, meg közös múltjuk. Most, de... ha azt mondanám, hogy akkor jellemez mindegyiket mondjuk 5 mondattal, hogy mondjál mindegyikre mondjuk 5 tulajdonságot, nem biztos, hogy sikerülne. Hát egyiknek volt bajsza. Ennyi. Hát ezt aztán megbeszéltük. Jó, következő film. Oké. Okay. Ebbe igazad van egyébként. Ja. De meg ez a, meg ez a bár. Tehát tényleg ezek a táncjelenetek ilyen olyan idétlenek voltak. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen bár, egy ilyen színpaddal, ami így kb. Az egész teremnek így a háromnegyedét elfoglalta, tehát ilyen indokolatlanul nagy volt, és legalább 10 nő ugyanolyan jelmezben, tehát mint egymás klónjai lennének, ilyen hót idétlen táncot előadnak. És de úgy, hogy ilyen élő zenekarral meg ilyenek, tehát így rendesen beszélgetni se lehet. Elképzelni nem tudom, hogy az összes ilyen kriminális beszélgetést miért egy ilyen helyen akarnának. Nyilván nem tudom én, hogy ne lehessen lehallgatni, de... Hát meg ugye tömegben az ember, az ugye láthatatlan. Jó, de akkor egyrészt ne egy mafiózó gengszternek a bárjába menjél, ha nem akarsz, hogy ilyet meghalljanak. Meg egyszerűen egymás szavát nem lehetett. És így emberek így nézték, ahogy ilyen hülye táncokat csinálnak. Tehát így azt így nem érted. És a néző is csomó ideig azt kell, hogy nézze. Tehát nem az van, hogy a háttérbe megy, hanem így van, hogy fél percig csak azt látjuk, hogy ezek mit művelnek ott, így ezt annyira nem tudtam hová tenni. De jó, végső soron egyébként szerintem egy nézhető krimi. Voltak benne jó részek. Igen. A befejezése az külön megérdemel egy pluszpontot. Az is jó volt. Kemény volt, igen. Meg a balhés rész. De miért pont a végén volt. Vannak a jó részek, gyerekek, amit nem láttam? Hát igen, én is... Most az én anyámat amúgy tényleg. Igen, de... Jó, hát Gergő most már nagyon dolgos ember, úgyhogy nem... Megtudja, milyen az, amikor nem időmérő most az ember. Na igen, bizony, ez majd most fog visszaütni. Amikor már a jó filmekre fog csak időm jutni. Igen, és amikor az ilyen vörös körök már nem annyira férnek bele, az egy kicsit durva, hogy egy elég klasszikus tekézünk. Kicsit meglepett, hogy IMDb 8,1 ponton áll. Azért ez egy kicsikét sokallom. Tehát azért Húzzátok le, pontozzátok le a picsába. Tarantino is imádja. Hát az fura jó, neki szabad, igen. Amúgy, tehát na. Ő jobban ért a filmekhez, mint én, úgyhogy lehet, hogy jó gondolja, igen. Hát amúgy én hallottam amúgy Tarantino-ti filmekről beszélni, nem tudom, hogy így hallgattatok már olyan interjúkat, amikor így elmondja a véleményét egy filmről. Én próbáltam, de annyira gyorsan beszélő, nem értettem. Mert furán, tehát amikor itt például a vérző olajról beszélt, nem tudom, hogy azt láttátok, hogy ez a Paul Thomas Anderson, Daniel Day-Lewis-os film. Persze, igen. És így olyan dolgokat emelt ki, hogy így eszedbe nem jut, bazzeg, és akkor így a filmnek a 2,5 órájáról nem is beszélt amúgy egyáltalán, vagy hogy abban mi tetszett neki, hanem így kiemelt így egy dolgot, így 10 percet beszélt a filmről. A Vérző Olaj mondjuk egy nagyon jó film. Igen, de hát ott azért úgy, ott azért azt úgy elemezgetni kell, meg abban, hogy bele kell menni, hogy el akarod mondani, hogy mitől jó. Mert ott annak a mélyén van az, amitől annyira jó az a film. Hát, nem véletlenül szól az olajról, és a mélyen van. Igen. A mélyből tör fel. És így, meg az, fáradt vagyok már, bocs. Külön hírt csináltak, hogy a Mad Max-ről izé beszélt, hogy mondta, hogy mennyire kurvára szerette, pedig nem akarta megnézni, mert ugye hát mekkora vicc már, hogy Tom Hardy-t akarnak berakni így Mel Gibson helyre, és így, ja, így amúgy rájött, hogy háromszor megnézte a hétvége alatt, mikor először megnézte, utána még kétszer ledarálta. Tehát és így... akkor a vörös kör is nagyon tetszett neki? Hát nem tudom, amúgy én ilyen speciál nem olvastam, ez szerintem Freddy látta a TV-jel között. Igen, meg a finn rendező legenda Aki Kaurismäkinek is a kedvenc filmje, meg ilyenek, tehát megvan a közönség ennek, meg rajongó tábora. Persze, mondjuk én nem éreznék késztetést arra, hogy én ezt újra megnézzem. Nem, én sem. Abszolút elég volt egyszer. Amúgy nem rossz, tehát egyáltalán nem rossz. Az tény is való, hogy szerintem tényleg egy 40 perccel ez lehetett volna rövidebb, ez másfél órában tökéletesen elfért volna ez a film. Igen. De tényleg voltak benne jó jelenetek, illetve volt az egésznek egy többé-kevésbé állandó jelleggel működő, nagyon-nagyon laza stílusa, és nekem ez tetszett.
Uh-huh. Hogy végig volt egy ilyen kicsikét ilyen menő, ilyen cool. Igen, ilyen baromi nagy önbizalma volt ott mindenkinek. Ja. Az úgy jól állt, igen. Nem, de nem volt rossz. Mondom, nem bántam meg, hogy megnéztem. Ja. Tudtam volna létezni, le tudtam volna élni úgy az életemet, hogy ezt nem látom, de egész jó volt. A Holiday Specialnél jobb. Igen. Ez lesz az új mércék. Majd, ha láttuk. Majd a szaló azt hiszem elkezdett félni, mert most Trump posztoljon. Féljen inkább. Sokkal rosszabb, mint a szaló. Vagy nem tudom. Vagy a Communion. Veszekedjünk ezen. Ja. Jó. Na, szóval akkor Vöröskör. Hogyha már veszekedés. Gergő legközelebb azért próbált pótolni. Nem, szerintem amúgy meg fogom nézni. Most így szerintem most fogunk leszek. Végezni, hogy még lesz rá időm. Amúgy. A rablás miatt megéri. Az, ja. Az érdekel, mert imádom amúgy a heist mozikat, meg mindent, tehát az ilyen rablásokat. És így emiatt érdekel, hogyha az tényleg jól sikerült. Így tökélet tetszett a rablásnál, ahogy az őrt így kiiktották, az olyan tök életszerű volt. Spoiler ez! Nem, ezt spoilerezek, csak hogy pont úgy csinálták, ahogy valószínűleg valóságban megcsináltak, nem ilyen hollywoodiasan, hanem... Nem egy ocean. Hanem így nem nézett ki túl profin, de mindenképp ez a leghatékonyabb. Uh-huh. És ez úgy tetszett. Jó. Jó, úgyhogy a vörös kör köszönjük azért, nem... Tehát ezzel is így a spektrumunkat szélesítettük. Egész jó volt. Ezt sem néztük volna egyébként meg. Kurva tájékozottak vagyunk ezután amúgy, vagyis ti, igen. Én majd leszek. Mondjuk ebben amúgy Fredinek igazából, hogy én is például biztos, hogy nem ültem volna le elé. Én is hallottam ezelőtt róla, úgyhogy igazából... Jó, én se. Jó. Ezt még el akartam mondani, hogy hol hallottam én erről a filmről, tök meglepődtem. A 12 dühös emberbe... ami egy 50-valahanyas film, 57, ha jól tudom, de nem akarok ilyen, vagy 59. Igen, az 57. 50, mindegy, az 50-es években készült, és ott van a magyar szinkronban egy mondat, ahol utalnak erre a filmre, ami meg 70-es. Azt nem tudom, hogy hozták össze. De itt a film elején volt valami kiírás. Igen. Ez a vörös kör, ez valami... Hú, nem is tudom már, hol volt, ami butha, egy kis butha vagy... szobor van ott. Igen, nem. Hogy ott szerepelt a vörös kör, most már nem tudom hát rekonstruálni. A 12 de... dühös emberben konkrétan úgy hangzik el, hogy a Harry Fonda a 4-es esküdtet kérdezi, hogy amikor moziban volt, akkor mit látott, és a 4-es esküdt mondja neki, hogy a vörös kört, és hozzáteszi, hogy remek bűnügyi történet. De lehet, hogy volt már korábban is ilyen film. Én is azt hittem, de ahogy visszakerestem IMDb-n, én nem találtam. Nem olyan. Lehet, hogy ez a magyar szinkronnak a... Valószínű, hogy később készült hogy el a később magyar szinkron. Igen, valószínű. Igen, azért ez érdekes. Jó. Időutazók. Jó. Igen, hogyne. Jó, apropó utazók, akkor menjünk is a Covenant fedélzetére. Elérkeztünk a májusnak a blockbusteréhez, az Alien Covenanthez. Ez lesz már az utolsó filmünk. Lesz spoilermentes és spoileres rész is. Ezt mindannyian láttuk. Igen. És felirattal. Igen. Nem. Új. Részvétel. És nagyon jó volt a szinkron. Igen. És akár a boszorkánynál megint azt tudom mondani, főleg a Fassbender hangja. Nagyon jó volt. Meglepően jó volt. Jó, hát mi felirattal láttuk akkor Gergővel. Snob férgek vagyunk. És Gergő, olyan rég beszéltél, akkor miről szól ez a film? Úgy, hogy tartsd észben, hogy akkor még spoilermentesek vagyunk. Oké, jól van. Tehát én amúgy már ezt többszörre is mondtam a podcastben, és mai napig amúgy vállalom, hogy én nagyon szeretem a Prometheust. Az elején, amikor először láttam, nagyon mérges voltam rá, tehát ugye pont akkor láttam ezt a Prometheust, amikor ugye elkezdtem aktívan moziba járni. Ugye engem a bosszúállók indított el ezen, hogy akkor kezdek egy gyakrabban moziba járni, és szerintem a második állomásunk így a hajtásommal a moziba az a Prometheus volt, hogy mind a kettőnket nagyon érdekelte, és először, hogy kifelé menet nagyon mérgesek voltunk, így mind a kettő, hogy milyen iszonyatos kapitális fasságok vannak benne. És utána megnéztem otthon még egyszer, aztán megnéztem az extrákat, aztán ott még egyszer, és szerintem múlt héten előtt láttam szerintem hatodjára vagy hetedjére a filmet, és mostanra már azt mondom, hogy ez egy tök fasz a film amúgy, tehát annyira ambiciózus és bátor és izgalmas az egésznek a sztoria. Maga a cselekmény az nem, de a sztoria az nagyon érdekes,
hogy egyszerűen, tehát én mindig segre ülök tőle, amikor így hallok belőle egy-egy mondatot így a filmből, és szörnyen érdekelt, hogy ezt hogyan viszik tovább, mert a Prometheusnak talán az egyik legizgalmasabb része a finálé volt, amikor azt mondják, hogy jó, akkor elindulunk. Most, hát spoilerezhetek belőle, nem? Tehát ugye, vagyis a Prometheusból, hogy ugye megtalálják ugye ezt az űrhajót, és úgy döntenek, hogy az űrhajónak nem az eredeti úti célja felé mennek Shaw és David, hanem elindulnak a forráshoz, tehát a tervezőknek a bolygójára, akik tulajdonképpen az emberiség is származik. És én mondom, hogy bazzeg, ez de jó lesz, és így. Utána bejelentették, hogy ugye a filmnek a címe Paradise lesz, tehát ugye a paradicsomként hivatkoztak ugye így a tervezőknek a bolygójára. És akkor hát időközben ugye egy szörnyen megosztó filmről van amúgy szó, amikor a Prometheusról beszélünk, és hát így ettől szerintem egy picit meg is ijedtek a készítők, és ezért úgy megváltoztatták időközben a címet, Damon Lindelofot, tehát akinek ugye így a fejében így a történet élt, ugye ő a Lost, meg a Leftovers-ös, meg a World Wars is, meg a mit tudom, milyen csávó. Érdekes ötletei vannak neki mindig, de őt menesztették a projekttől, és ráállítottak más írókat, és így elindították egy ilyen alienesebb irányba ezt az egész Prometheus történetet, és ebből lett egy ilyen hibrid tulajdonképpen, hogy a film címe most már Alien Covenant, ami közben egy Prometheus folytatás relatíve. A történet röviden annyi, hogy 2150 járunk, hogyha jól emlékszem, a film elején azt írták ki, a Prometheus után 2090 valamennyiben játszódott. Tehát azután 95, akkor igen, 10 évet mondtad. Hát nyilván igazad van amúgy. Igen, és... Csak tippeltem. És ugye van éppen egy ilyen kolonizáló hajó, ami egy ilyen teljesen véletlen baleset során, ez tényleg véletlen, azt hittem, hogy ebben mit csinálnak valamit, de nem, meghibásodik, felélesztik ebből a krioálomból, vagy hibernálásból a legénységet, és hát így a baleset után, hogy próbálják így helyrehozni a hajót, és kapnak egy ilyen vészjelzést. És hát úgy döntenek, hogy végül is akkor elindulnak abba az irányba, hát nyilván megkérdőjeztető a döntés, de whatever, erre még kitérünk. Hát még csak nem is vészjelzés volt. Hát nem, hanem egy dúdolást, egy dalt hallanak egy ilyen rádióadásban, és ez folyamatosan ismétlődik, és abba az irányba elindulnak. És megérkeznek erre a bolygóra, ami abszolút jó földi körülményekkel rendelkezik, búzát találnak rajta, a levegő belélegezhető, és egészséges, és tiszta, a víz is rendben van. Igazából tényleg minden rendben van a bolygón. Csak hát utána nyilván azért kiderül, hogy azért annyira nem barátságos ez a környezet, megjelennek az idegenek ilyen-olyan módon, és tulajdonképpen beindul egy ilyen, végigvesszük újra amúgy a Prometheus meg az első Alien filmnek a történetét. Mm-hmm. Tehát így, ez Pepitában amúgy hasonló, tehát hogyha a Star Wars 7 az ugye az új remény volt így Pepitában, akkor ez pedig a Prometheus és az első Alien film kb. Azonos nyomokban. Így előjáróban annyit, hogy ez szerintem egy teljesen oké Alien film, vagy egy teljesen szokványos Alien film, és egy nagyon-nagyon jó Prometheus folytatás. És szerintem ezzel amúgy mindent elmondtam a filmről. Állati jól néz ki a film szerintem, tehát olyan gyönyörű képi megoldások vannak benne, meg ezek az egész tájképek, ahogy így tényleg, amikor leszállnak ott a bolygón, és tényleg így látszik ugye az a nagy tükröződő vízfelület, ahogy elrepülnek föl, tehát állati jól ránézni a filmre, meg a többi része is rendben van, szépek a díszletek, kreatívak az egyes jelenetek, az akciók izgalmasak, a színészek szenzációsak, különösen Michael Fassbender ebben a hát szerepben, akkor majd a spoilerben elmondjuk, hogy mitől is annyira különleges ez a szerep. A maga Fassbendernek vagy a science fiction része a filmnek, amikor ugye tényleg a Prometheus vonalat viszik, az szerintem állata izgalmas, legalább annyira izgalmas, mint a Prometheusnak a gondolatvilága. Csak hát nyilván ezt meg szegélyezi az, hogy itt is az emberi hülyeség az emberi hülyeség ezt gyönyörű szépen szegélyezi. És szerintem igazából ennyi. Uh-huh. Szorta? Igen. Hát kapitány nézzen bele. Érdekes látvány, ugye? Arra gondoltunk az előbb, amikor azt mondtuk, hogy az emberi idiótaság az mennyire szegélyezi, mert az, és akkor ezzel most semmi spoilert nem akartam mondani, de az,
Hát az az egy jelenet, na mindegy. Hogy én milyen véleményem, nekem tetszett az Alien Covenant. Mondjuk én eléggé rá voltam pörögve. Lehet, hogy azért, mert nem sokkal a mozi előtt néztem meg újra a 8. utast, sok év után, és mert tényleg eléggé úgy elkapott az Alien feeling. És hát vártam. Még azzal együtt is, hogy hát amikor én beültem rá moziba, akkor már azért megjelentek az első kritikák, és hogy mondjam, nem szedték szét pozitív értelemben, de legalább negatív értelemben igen. De mindegy, azért bizakodtam. Igazából úgy jöttem ki, hogy tök megérte a pénzét, kaptam egy tök jó kis akciószkifit. Azután a bajom, hogy a film szerintem két szakaszra osztható, körülbelül 2 órás, és 2 szakaszra tökéletesen föl lehet osztani, és most anélkül, hogy bármilyen spoilert mondanék, az első fele az egy tök jól működő, szerintem kicsikét az Antal Nimrod félre ragadozókra is hasonlító akció, sci-fi, horror elemekkel, és a második felére átmegy egy ilyen moralizáló, látszólag komoly kérdéseket boncolgató, de gyakorlatilag ezeket csak nagyon felszínesen kezelő, hát nem is tudom, ilyen hibrid drámává, és valahogy a kettő az annyira különbözik, ez a két stílus, hogy nálam a végére ez így kioltotta egymást, nem tudott egy koherens egészé összeállni, de valóban látványosnak látványos volt, a zenéje nagyon tetszett, izgalmas volt, voltak benne ugyan unalmasabb részek, de azért nem egy vöröskör, szóval így tényleg aránylag mindenfajta negatív érzés nélkül végig tudtam ülni, nem bántam meg, hogy megnéztem, nem volt rossz. Ami ennél a filmnél hogy megint úgy érződött, hogy egy ilyen kis kompromisszum szörnyszülött volt az egész, tehát nekem tök az volt az érzésem, mint utólag olvastam, a Ridley Scott is gyakorlatilag inkább Prometheus-ozni akart, mint sem alienezni. Hála Istennek amúgy. És ez át is jött egyébként, hogy szerintem ő tökre nem akart alienezni, hanem a Prometheus-t akarta folytatni, csak ma annyi rinya volt, és gondolom, csak így kapott megfelelő támogatást a stúdióktól, ha végre az Alien vonalat is meg kell mutatnia, de azt olyan, hát hogy is mondjam, olyan lelketlenül csinálta helyenként szerintem, tehát itt az Alien-es részek nem voltak ám olyan házi feladat volt, elállítók, tehát ugye voltak ilyen bunyós jelentek, azok konkrétan követhetetlenek voltak. Itt olyan emblematikus ilyen a facehugger, azt hiszem úgy szokták nevezni, aki ott az arcra tapad. Az első filmnél, első filmben ugyebár egy ilyen tök nagy rejtély volt, hogy mi volt ott. Nyilván ezt már nem lehet 2017-ben elsütni, hogy ez mivel jár, de azért az túlzás, hogy az annak a, hogy amikor az megjelenik, annak a következménye gyakorlatilag 2 percre rá már megtörténik. Tehát így abszolút ilyen pipa lista volt ott, és Ridley Scott szépen végigment az összesen, hogy oké, itt van ez, mondjuk ezzel fogjátok be a szátokat. Igen? Csak annyit akarok közbeszólni, hogy ez nekem is feltűnt, én ezt a Black Sheep-nek mondtam, és ő erre azt mondta, hogy erre az lehet a magyarázat, hogy de nehéz ezt most úgy megfogalmazni, hogy ne spoilerezzek, ezek már a turbózott alienek. Tehát ezek már valamilyen szinten tovább vannak fejlesztve. Hát de ezek idő előtt és vannak. Pont ezt akartam én is mondani most, hogy az az egészben a Bibi, hogy elfogadnám én ezt, de ez elvileg egy előzmény. Igen. Tehát ez elvileg az alien előtt történik, tehát ott a fogantatás idejeig eltelt, vagy több hét, azt hiszem, vagy több nap, még ugye fölélett a Chávez, aztán meg mi az első fölélet. Filmben? Aha, a 8. utasban. Nem, tehát az mi felvitték az űrhajóra, és szerint egy pár órán belül kitört, én úgy emlékszem. Hát, ott szerintem az sok idő. Azért várja most szerintem eltelt. Várja most a facehugger-esre gondolsz, vagy a másikra? Igen. Hát a facehugger-re. Szerintem hát ott, egy pár óra volt. Hát ott csomó ideig elemezték, hogy kap még levegőt, meg minden, igen. Tehát azért ez nem tartott olyan sokáig. Hát nekem is úgy rémlik, hogy ez egy hosszabb folyamat, de nem olyan volt, mint itt. Igen. Szóval volt egy pipalista, és végig akart menni minél többen, ilyen abszolút
nagy erőfeszítés nélkül, csak hogy az emberek befogják a szájukat, és végre foglalkozhasson a Prometheus BB-vel. És ez egyébként nekem nagyon átjött így. Tehát éppen ezért mondtam, hogy ha új Alien filmet várunk, lehet, hogy most hülye hangzik, de lehet, hogy nem Ridley Scott lett volna erre a legjobb ember szerintem. Tehát én a Neil Blomkamp-os Alien-t én lehet, hogy jobban vártam volna ennél. De egy klasszikus Alien mozit készített volna. Igen, és én ezt én inkább akartam volna nézni. Ezt akartam kérdezni, hogy a Blomkamp féle koncepció az mi lett volna? De az mi lett volna? Hát ott kukázták volna a 3-at, 4-et meg a Prometheus-t elvileg, és akkor ő folytatta volna a második rész után. Csak ugye ott a... Igen, és akkor a Higgs meg a Newt az életben maradt volna. Tehát ugye a harmadik Alien ugye ezzel kezdett, hogy mind a ketten meghaltak. És Bishop? Bishop az maradt volna, hogyha jól emlékszem. És ő nem tudott volna egy előzmény filmet csinálni? Tehát miért kellett ezt így a előzmény filmben van? Hát, amúgy jó, nem. Jó, hát... A Prometheus az szerintem előzmény filmnek tökéletesen jó. De ez nem az az előzmény film, amit mindenki látni akart szerintem. Mondjuk ebben igazad van. És egyébként sokan kritizálták anno az életet, ami szerintem lényegesen jobb Alien film, mint ez volt, hogy ott milyen karakterek voltak. Na, és itt milyen karakterek voltak, úgy őszintén. Hát igen, elég kikába valóak voltak. Azért az elég elgondolkodtató, most anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe, hogy azért ez nem volt véletlen, hogy a régi Alien filmekben a droidok azok mellékszereplők voltak. Itt még már gyakorlatilag ő a főszereplő. Szerintem pont ettől volt ez izgalmas. Azért azt tegyük hozzá, Freddy, hogy az életben lévő karaktereket nem az Alien Covenant karakterekhez viszonyítva szitták. Tehát azért az nem az volt az összehasonlítási alap. Tehát olyan senki nem mondott, hogy hát az életben nem voltak jó karakterek az Alien Covenantban lévő figurákhoz képest, de azért ezt nem mondták. De az alapszitu az hasonló. Hát az élet, ez a 8. utas remake tulajdonképpen. Oké, de ez is az. De igazából igen. Tehát, és akkor itt... Csak azért ez egy picit turbózva van. Hát az első felében. Igen. Tehát az Alien, vagy az élet szerintem minden tekintetben felül emelkedett ennél a finnél, mind a karaktereknél, mind a feszültségteremtésnél, mind a földön kívüli lénynél is. Én nálam egyértelműen az élet az győztesként jön ki ebből a párharcból. Ennél Alien versus élet. Ennél az Alien Covenantnél én egyre inkább azt érzem, nyilván nem foglalkoztam ezzel az egész univerzummal úgy, ahogy sok más ember teszi, de én, mint laikus Alien néző, aki nem is tudom, tavaly néztem végig az összes Alien részt, amikor kijött a Blu-ray, és láttam a Prometheus-t, meg még az első Alien vs. Predator-t is láttam, bár ezt már inkább szégyelni kell. Nem de, olyan rossz az amúgy, egy ehető akciófilm. De én egyre inkább azt érzem, mint a Terminator Genesis-nél legutóbb, hogy már annyira belenyúlkálnak mindenhová az univerzumba, és annyira építgetni akarják, ami ők sem bírják követni lassan, hogy mit akarnak. És ez nem tudom, hogy mennyire van értelme így az egésznek. Mi nem lehetett úgy csinálni, mint mondjuk a Zsivány 1-esnél a Star Warsnál, hogy konkrétan megágyaznak az első filmhez. Tehát itt most megint egy ilyen lebegünk a semmiben, feltesznek 500 új kérdést, amit aztán ki tudja, mikor válaszolnak meg valaha. Nem tudom, lett volna Prometheus 2, azt mindenki megnézi, akit érdekelt az 1, és tudni akarja válaszokat. Én ezt nagyon olcsó húzásnak gondolom, hogy átnevezték Aliennek, adtak pár ilyen jutalomfalatkát, hogy benne vannak a xenók, és akkor minden hát mindenki amúgy, milyen boldog majd lesz. Majd ha spoilerezzünk, akkor én majd erről beszélni akarok, hogy innen hova lehet tovább menni, mert lehet. Nyilván lehet. És tudjuk, hogy hova megyünk. De erre nem lesznek vevők a nézők, én ezt már most mondom neked. Hát én amúgy, tehát nagyon remélem amúgy, hogy nem ezen a slasher vonalon akarnak maradni, mert amúgy ez egy félig slasher film volt tényleg. És szerintem azért ennél sokkal többet tud ez a film. Egyébként, hogyha nagyon szigorúan nézzük, akkor a legelső Alien is az volt. Igen, de tulajdonképpen ez a nyolcadik utas is egy faktor. Hát hogy ne, persze, hát a nyolcadik utas az szerintem egy mestermű, tehát én most ezt nem becsmérlésképpen mondom, de tulajdonképpen ez is egyfajta slasher horror,
csak hát nem tínédzserek a főszereplők, hanem űrhajósok, de tényleg amúgy nagyjából felé. Itt meg Danny McBride az egyik főszereplő ember. És Danny McBride szerintem meglepően jó. Igen. Nekem nagyon tetszett, hogy ilyen visszafogott tudott végig. Jó, maradni. Hát ez most ez nem volt egy húda nagy na szerep. Na és szóltatok James Franco-hoz? Én elsőre fel se ismertem. Én azt hittem, hogy... röhögtem rajta. Hogy jó, mondjuk, ahol Danny McBride van, ott James Franco is. Hát én nem tudom, hogy Danny McBride azért volt benne, mert James Franco is benne volt, vagy James Franco azért volt benne, mert Danny McBride is benne hát volt. Hát szerintem, hogy beszéltek, és akkor figyelj, ott vagyok a városon, beugorhatok, hát ugye van itt egy szerep, igaz, hogy gyere be. Akkor az a James Franco volt valószínűleg, aki beugorhatik. Seth Rogen hol volt, az a kérdés. Szerintem ő volt az idegen. Ő volt az alien. Jonah Hill-nek szinkronizálta szerintet. Jonah Hill volt a facehugger. De tényleg szegény James Franco bazdek, tehát így annyi volt, hogy ott teljesen belőve ott fetlengett a krió álomba, aztán utána felémrelt, nézett egy 5 másodpercig rémülten, aztán elégett. És így... Ez már kicsit a spoileres része. Hát ez az első le van percek. Szarva ez a filmnek az első 5 percet tényleg. Tehát én azt hittem, hogy legalább csinálnak vele valamit. Egyébként nem. Így a hát de fényképpen tovább jött. Ja, meg GoPro-zott egyet. Így az Ananász Express után így az, hogy a James Franco-nak betéfett fejjel kell fetrengelnie, ez nem áll olyan messze egyébként az ő színészi képességeit. De nem, hát ő amúgy jó szerintem, de 127 óra alapján mondom. De ott is GoPro-zott. Most erre tényleg minek kellett? Tényleg csak az, hogy szeretem... Kap majd előzményfilmet biztos. Hogy egy kurva nagy alien rajongó amúgy szerint, és akkor így mondta, annyira szeretnék benne, és akkor egy Ridley Scott mondta, hogy jó van, bazzeg, akkor jöjjön. Tehát így... Ja. Hozzám Dennyt is. Ja. Na, az... spoileresen beszéljünk hát, még? Hát... Szerintem most sem rátérhetünk. Igen. Mehetünk amúgy, ja. Tehát jó. Szerintem amúgy a lényeget elmondtuk. Jó, tehát igazából... meg lehet nézni, szerintem ez a fajta film, ha nem készül el, akkor az emberiség nem marad le semmiről, de nem olyan fájdalmas, ha mégis ráveszed magad, megvannak a nagyon jó pillanatai, megvannak az üres járatai, megvannak a ezt miért kellett pillanatai. Meg itt van az a kurva jó plakát még mindig, gyerekek. Meg a borító. Ja, igen. Igen. Ja. Jó, úgyhogy kicsit felemás nálam. Itt valaki írt is Facebookon, hogy reméli, hogy szarrá tépjük ezt a szarfilmet. Hát amúgy hát nagyon megosztó, nagyon igen. Megosztó film amúgy. Ja. Tehát itt is ugyanaz van, mint a Prometheusnál, hogy így nagyon nagyon kétpólosú lett a filmnek a megítélése. Ami amúgy tényleg meglepő, mert így szerintem talán az év végén is ezt fogják majd mondani, ha csak nem kúrják el nagyon a Star Wars 8-at. Vagy bocsánat, de Star Wars 8-at, ja. Igen, tehát, hogy azért ez is egy teljesítmény valahol amúgy. Nem biztos, hogy jó, de mindenképpen amúgy gondolkodóba ejti az embert. Jó, na akkor ez lett volna a spoilermentes rész. Aki nem látta még az Alien Covenant-et, akkor az most szépen kapcsolja ki. Még hagyunk pár másodpercet. Megtaláljátok aztán az időkódot a film után, hogy honnan folytathatjátok. Úgyhogy nekik köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok, küldjetek hangmintát az intro végére. És akkor most rátérünk spoileresen az Alien Covenant-re. Na, Gergő, mit akartál mondani az előbb? Várjál, melyik volt az a része? Várjál, minek kapcsán mondtam ezt? Most elfelejtettem amúgy tökre. Az a mellékszereplő. Morfokra akartál valamit? Ja igen, hogy hova indulhat tovább a történet? Hát igen, például a Xenomorfokkal kapcsolatban volt valami. Azt meg azt mondtam, hogy nem szerencsés szerintem, hogy droidok a főszereplők. Szerintem meg pont, hogy szerencsés. Tehát, hogy erre akartam kitérni, hogy ugye akkor most már mondhatjuk, hogy ugye Michael Fassbender itt 2 karaktert játszik. Mm-hmm. Tehát ugye egyrészt ott van David, az annyira jó voltam, hogy a film elején, amikor így ott voltak ugye a Guy Pearce-el, ugye ott abban a ilyen nagyon fura ilyen szobában, aha. És akkor így mondta neki, hogy mi a neved, és így oda sétált a Dávid szoborhoz. Uh-huh. És így mondta, hogy David, és így, mennyire király, és akkor
ugye ez az a David volt, akit láttunk a Prometheusban is, akinek ugye a Wayland ugye mondta is a film közben, a Prometheusban még, hogy try harder. És ugye ez, ebben a filmben ezt a szellemiséget vitte amúgy tovább szerintem végig. És meg hát ugye szerencsétlen, tehát úgy most szerencsétlen, ugye nem nagyon éreznek, de valószínűleg azért felébred benne ez a valamiféle valami élet utáni vágy, hogy talán túl akar nőni a teremtőjén, ugye ez a Prometheus még erről szólt. És szembesült ugye azzal, hogy ott van az ő teremtője, akiről viszont tudja, hogy meg fog halni. És elvileg ugye a teremtőt mindig úgy kezeljük, hogy akkor az fölöttünk áll, tehát ez tényleg egy felsőbbrendű életforma. Ehhez képest igazából mindenben felülmúlja az embereket. És akkor ott volt utána a Walter, ugye a második android, ugye a kötelező szintetikus, aki mindig ott van ugye egy ilyen expedíción, aki már egy tulajdonképpen javított verzió, de valójában butított verziója. Tehát ugye tényleg, mit tudom én, fizikailag ellenálló, stb. Viszont ő neki ugye már tilos alkotni. A Davidnek még talán szabadott. A David számára még nem volt talán megtiltva ez a dolog. Neki csak annyi volt, hogy szolgálja az embereket. És ugye itt viszont ez a David, vagy Walter, viszont már ugye egy butított verzió volt, tehát ő már egy felsőbbrendű életforma volt tulajdonképpen a David szemszögéből, azonban mégis ugye értelmileg már alatta állt. És ez egy kurva izgalmas konfliktus eredményezett abból, hogy tulajdonképpen az, hogy hova tudja elhelyezni magát valaki így, hogy mit is jelent a világegyetemben, hogy most képes vagyok arra, hogy teremtsek, mert ugye a David eljutott odáig, hogy teremt, de létrehozta az idegeneket, létrehozta a xenomorfokat, amúgy azt nem tudom, hogy csinálta. Ezt nem ő hozta létre. Hát tulajdonképpen ő a... Már ő csak kísérletezgetett. A facehuggert ő hozta létre. Én úgy vettem ki, hogy ezeket a tojásokat ugye a show-on folytatott izé kísérletekből hozta létre. És ő szerintem egy ilyen következő lépcsőfokot keresett, miközben ugye a Walter ugye a fejlettebb elvileg erre nem volt képes, ugye az ember is mindig, tehát ugye a Wayland is mindig ezzel volt elfoglalva, hogy ugye örök életet szerezzen, hogy túl tudjon lépni az emberi mi voltán. És az egész filmnek ez volt szerintem a gondolatisága. Nem tudom, hogy ez mennyire értelmes, vagy mennyire van értelme. És az a párbeszéd, amikor a David és a Walter, ugye, amit lefolytattak ugye a furujázás után, ez egy nagyon fura jelenet. Igen, amikor furujáztak, igen, együtt, az jó igen, volt. Igen, és ez a párbeszéd, hogy látszott, hogy mennyire különbözőek, és mégis mennyire hasonlítanak amúgy egymásra. Ahhoz képest, hogy tényleg csak egy nagyon pici kis különbség van köztük. Hogy ugye igen, a Walter nem alkothat. Az messze menően a egyik legerősebb jelenet volt. Az volt a probléma, amit már az imént is fölvázoltam, legalábbis nálam, hogy a tök jó jelenet volt, tök érdekes kérdéseket boncolgattak, csak nem sokkal azelőtt még arról szólt a film, hogy néhány katona menekül az alienek elől egy erdőbe, és fest lőnek szitává mindent, és ebben a közegben nagyon hirtelen csapták bele ezt a Prometheus-i szintet. Igen. És ez így nekem nagyon kilógott. Tehát végig azt éreztem, mikor azt a furulyás jelenetet néztem, hogy basszus, ez valami szenzációsan van megcsinálva. Michael Fassbender fantasztikusan játszott mind a két szerepbe. Tehát ezt így szoktam mondani, hogy amikor Michael Fassbender és Michael Fassbender beszélget, annál jobb nincs. De tényleg elképesztő volt, csak nagyon kilógott az egész filmből. Egy Prometheus-ba illett volna, de ide nem. Igen. Egyébként a furulyás jelenetben tök az volt az érzésem. Volt egy olyan pillanat, amikor a Walter szájába volt a furulya, és a Dave az alulról így irányította. És így a szájába volt a Walternek a furulya, és már ott érződött, hogy a Dave-nek valami hátsó szándéka van. És ott a furuját alul fogta, és így megmerte volna esküdni, hogy az lesz a következő, hogy azt a furuját így a száján keresztül így az agyába nyomja. Uh-huh. Nem tudom, nektek... Én azt hittem, hogy így teszi el lábaló, mert teljesen egyértelmű volt egyébként, hogy mik a szándékai legkésőbb ott, amikor elkezdte levágni a haját, meg különben miért csinálta volna. Uh-huh.
Hát ez szándékkal. Jó, hát amikor felbukkantak, már akkor tudtuk amúgy, hogy így hasonlítanak egymásra, ezt még meg lehet húzni. És amúgy igazad van ebben, hogy a film egyik legnagyobb hibája az volt, hogy kiszámítható volt. Baromira. Most a végső fordulaton meglepődött valaki? Nem, tehát mondjuk abszolút. Tehát de nem is értem, hogy miért így csinálták. Tehát, hogyha most a meglepin lett volna a dolog, vagy a hangsúly, akkor picit jobban leplezni. Igen. Nem tudom. Szerintem ezt okosabban is meg lehetett volna csinálni. De nem úgy csináltak, és nem, én itt is azt érzem, hogy ami miatt ez egy Alien film lett végül, és nem Prometheus film lett, hogy azt akarták, hogy érthetőbb legyen. De az lett? Hát szerintem igen, tehát sokkal izébb, vagy hogy is, könnyebben befogadhatóbb lett amúgy ez szerintem. Tehát szerintem én azt éreztem, hogy Prometheus ennél százszor bátrabb volt amúgy. Befogadható lett, csak az a baj, hogy a globális egészet nézve, tehát az Aliennek az abszolút Aliennek, hát azokat a kérdéseket nézve, amiket a Prometheus felvetett, azokat az Alien Covenant nem megválaszolta, hanem újabb kérdéseket dobált rá, csak látszólag ezek mögött már fele annyi tudatosság és fele annyi tervezés sem volt, és sokszor az volt az érzésem, hogy a Ridley Scott az igazából saját maga se tudja, hogy most akkor ebből pontosan hogy fog majd egy kerek egész történetet kialakítani, csak ezeket a morális dilemmákat dobálta meg, halmozta egymásra, és a felét átemelte a Prometheusból, a másik felét meg hozzáadta most, és így úgy volt, hogy majd a végén ez összeáll valamivé, csak éppensége nem igazán, bár olvastam, hogy állítólag Ridley Scott még 3 vagy 4 Alien filmet tervez ebbe a szériába, tehát elképzelhető. Kizárt dolog. Hát tervezheti, tehát az nincs kizárt. Igen, csak az a baj, hogy egy Alien filmet biztos, hogy berendelnek még, már csak Prestige-ből is, de hát már ennek sincs olyan hú de nagy bevétele. Nem, hát és a Prometheusnak 34 millióval nyitott, igen. És kizárt dolog, hogy engedni hagyják majd, hogy ezt ennyi részen keresztül elkezdje mesélni. Az a baj, hogy ezek messze nem durrantanak akkor át, ezek az új keletű Alien filmek, mint amiket, amire úgy szerintem a Ridley Scott is számítana. Tehát a Prometheus, amit én egyébként kedveltem, én a Covenantot is kedveltem, nem arról van szó, de tényleg nem halnék bele, hogyha ez a széria egyszer csak itt véget érne. Igen. Én válaszokat szeretnék igazából. Az a baj, hogy szerintem, ahogy haladunk előre, úgy egyébként szerint, hogy nem fogsz kapni. Nem válaszból lesz egyetőbb, hanem kérdésből. Szerintem. Tehát én például azt vártam tényleg, hogy megyünk a tervezőknek a bolygójára, és akkor velük fognak mondjuk beszélni. És ahhoz képest a tervezőkkel nem találkoztunk, ők azért voltak ott, hogy meghalljanak. És az annyira szomorú voltam akkor attól a jelenettől, mert amúgy kiadtak a netre, hogy a 2 ilyen plusz jelenetet is volt, ilyen James Franco-s, azt sajnos nem láttam, de volt egy másik, ami pedig a David és a Shaw-nak az útját mutatja be. Hogy ugye a Shaw az ugye hozzávarta a Davidnek a fejét egy testhez, uh-huh. vagy a testéhez, ugye helyrehozta a Davidet tulajdonképpen, ő pedig berakta a Shaw-t egy ilyen krioálomba, majd megérkeztek ugye a bolygóra, és akkor amit már a filmben is láttunk, hogy akkor ugye megjelent fölöttük, és akkor ugye leszórta ott ugye ezt a vírust, vagy nem tudom, ezt a fegyvert, amit ugye már vinni akartak a tervezők is. Ugye arra a bolygóra, és én ettől egy picit csalódott voltam, hogy tényleg nem volt ott egy tervező se, vagy valami, hogy én annyira szerettem volna ezt látni, hogy akkor ők honnan jöttek, hogy akkor miért akarták tényleg elpusztítani az embereket. Azon kívül, hogy ugye volt erről szó, hogy ugye hogy van egy ilyen elképzelés, vagy lehet, hogy tény maga a dolog, hogy ugye azért akarták kiirtani az emberiséget a tervezők, mert hogy van egy ilyen Space Jesus elmélet, hogy mi volt, ha Jézus valójában egy tervező volt. És amikor megfeszítették őt az emberek, akkor emiatt ugye így haragra gerjedtek ugye a tervezők, és emiatt ki akarták írtani az emberiséget. És ez szerintem egy tök izgalmas dolog megint csak, hogy ezt akarták kihúzni, de igazából itt nem tértek ki erre. Megint csak. Én most azon merengtem el egy pillanatig, hogy ezt az elméletet bedobni abba a világba, ahol mondjuk a boszorkány játszódott. Hogy Jézus igazából egy tervező volt, és
A boszorkány meg az egyik mérnöke. Tehát ez ettől, ettől a kifejezéstől berossálok, itt Space Jesus. De it's a thing, tehát ilyen van, baszki. Ezt több helyen olvastam, és azt hiszem official is a dolog, de nem vagyok benne biztos. Majd a kommentelők kiavítanak, hogyha ez csak elmélet, vagy meg van erősítve. Minden esetre ez is egy, szerintem egy tök izgalmas dolog. A másik pedig az, hogy ugye a rendezői változat, vagy hát rendezői, hát így a kimaradt jelenetekből például az is kiderült, hogy, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek Prometheusból arra a része, amikor a Davidet végül is megtámadja a tervező, ugye leszakítja a fejét, és utána megtámadja a Waylandet. Hogy az miért történt, mert ugye volt egy párbeszéd, amit nem feliratoztak. Na most ennek van egy feliratozott verziója, ami, amit végül is kihagytak a filmből, nem tudom, pont, nem értettem pontosan a lényeget, mert ugye ott meg arról volt szó, hogy elmondták ezt a tervezőnek, hogy a Davidet a Waylandt teremtette. Hogy már ő is tud életet alkotni, ő is tud életet teremteni, és hogy egyenrangú velük, és szeretne ezért örök életet kapni, hogy, hogy szeretne ő is sokáig élni, nem szeretne meghalni. És ugye ezen pöccent be annyira ott a tervező, és ezért gyilkolta meg a Davidet, meg a Waylandet is. Kis hát, apróság. És így mondom, tehát tele van ilyenekkel, amit nem értem, hogy minek hagytak ki a filmből amúgy, és miért nem hoztak akkor ide tovább? Vagy ez csak nekem izgalmas? Nekem érdekes? Én hát is, érdekes, csak... Én is úgy látom, hogy nem annyira hoztozunk itt Freddyvel a lelkesedésben. Nem, tényleg. Nem, de tényleg, tehát így ezt minden felül hallom, mondjuk Prometheust azóta se láttam, amit a moziban láttam. Én sem is emlékszem már mindenre. És valahogy nem is került azóta se a DVD gyűjteményembe, pedig nem gyűlöltem, vagy valami, csak ez olyan... Belenyugodtam, hogy ezt úgyse fogom soha megérteni, nem is fárasztom. Nekem egyedül a barátok közt. Nekem egyedül a műtős jelenet. Ja, meg oh, nagyon oh. A Prometheus volt. Hát az itt is volt. Igen. A gór az mennyi gór volt ebben a filmben? Az nagyon gyereke. Tetszett, hogy a 18-as karika nem vidgő van rajta. Hosszú, és a száján kijött az a... Oh, az kemény volt. Meg a másiknak, hogy kiugrott a hátán. Tehát így gondolkoztam is, hogy így Ridley Scott az így szeretné überelni azt a császármetszéses jelenetet. Tehát, az valamennyire még a vizualitás terén még szerintem sikerült is. Egyébként arra akartam kitérni, én ezt mindenkinek elmondom, akinek beszélek az Alien Covenantról, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett az a kb. 10 perc, amikor legelőször megjelent egy Alien. Tehát amikor ugye bevitték a csávót, aki már a halálán volt, akkor bezárták a terembe, hogy próbáltak neki segíteni, és akkor lassan jött elő a hátából a cucc. A két csaj az már teljesen be volt parázva, hogy próbáltak vele valami kezdeni, közben szólt az a nagyon ütemes zene, azt szerintem iszonyat jól meg volt csinálva. Ez jó olyan volt, szint, csak... Olyan szinten helyezte szerintem a feszültséget, hogy az valami mesteri. Ez jó lett volna nagyon, így is jó volt, csak még jobb lett volna, nem láttuk volna ezt az életben idén, szerintem jobban. Oké. És valakim ezt megbeszéltük. Azt hittem, hogy valami baj történt. Nem. Én még az adás. Azon például annyit röhögtem, hogy az, ami vértócsa van ebben a filmben, azon mindenki elesi. Takarítást szeretnék, vagy valami. Meg annyi hülyeséget csináltak amúgy ezek az emberek. Tehát alapjáraton miért mentek már át a másik kolóniára? Igen, tehát, igen az probléma. Ott teljesen nyilvánvalóan le... tehát az elmondta a főszereplő csaj, hogy nem tudom hány évet töltöttek szimulációkkal, meg ilyenekkel. Tehát ez nem az a dolog, amit spontán döntéssel úgy, nézzük meg ilyenek. Nem, ez róla. Meg mi az, hogy nem mennek vissza hibernálás a basszus? Tehát most egyébként komolyan... tényleg kb. Úgy döntötték el ezt a bolygón való landolást, hogy a kapitány megkérdezte, hogy szeretnétek itt landolni? Nem? Hát pedig itt fogunk, azt látok meg. Kész. Tehát, hogy körülbelül ennyi volt. Meg a film vége egyébként egy nagy baki, aztán Gergő neked meséltem, igen. Hogy nem tudom, emlékszel Sorter arra a részre, amikor a Dave megtámadja először a csajt, és a csaj... Igen. Nem tudom pontosan mi volt az a kezében, de valami kis... Egy szők, hát amivel ugye tudod, faházat akartak építeni a fránkóval. Ja, igaz, ja, persze, igazad van. Tehát azt a szöget így beszúrja a Dave-nek ide az álla alá. És ezzel lebukott volna később. Igen, és ott még folyt is kitált cucc a Dave-ből meg ilyenek, tehát ott egy konkrét sebb volt. Hát ő ugye nem gyógyult a Walter ellentétben, ugye a Walter a helyre tudta magát állítani, a David nem.
Hát de mind a kettőnek a bőre az károsodik. Tehát ott lehetett is látni, hogy... De nem, hát látszod, amikor kivette a furuját, neki begyógyult a Walternek. Tehát ugye mutatták igen. is, hogy tényleg összehúzódott bőre. Te erre emlékszel, Sorter, nem? Vagy nem? Nem, nem. Pedig tényleg hát nyakon szúrta, ugye kivette, és utána összeforrt a bőre. De akkor a nőnek miért nem volt furcsa, hogy... Hogy magát műti. Igen. Interesting amúgy. De én úgy emlékszem, hogy az összehúzódott. Hát de lehet, tudom. Hogy csak azt akartam hinni, és... Nem így... tudom, hát figyeljetek, a kezén lévő sebb sem gyógyult be. Hát mert az lehet olyan hardcore dolog, vagy nem tudom, hogy ja, nem tud növeszteni, az de 18 plusz bőrsérülést meg így nem tudom. Na mindegy, szóval az állám volt az a nem kisebb, és a, onnantól kezdve, hogy kicserélte magát a Dave Walterre, onnantól kezdve többször lehetett látni, én direkt figyeltem, mert azt hittem, hogy most izé elkaplak film, és többször lehetett látni, még helyenként alulról is a Fassbendernek az állát, és sértetlen volt. Ne csak álmodtad, Freddy. Nem. Ezt képekkel, amint megjelenik, akkor képekkel alá fogom támasztani, mert utólag biztos oda rakják digitálisan, miután meghallgatják a Filmbarátok 122. adását. Nyilvánvalóan az egész stáb ezt hallgatja. Igen. Ridley Scott ezzel keresztbe fekszik. Kurva Ridley Scott, don't do it. És nem volt ott sebb. És még el is bizonytalanodtam, hogy basszus, tehát ez annyira nyilvánvaló, hogy ez a Dave, de lehet, hogy mégsem. Tehát amúgy ez mekkora beszopatás lett volna, hogyha a Walter lett volna, és a David megtudta volna győzni a Waltert. A David arról, hogy neki van igaza. Na az mekkora húzás lett volna. Hát mondjuk nem lett volna sokkal különb a film vége, mert tényleg kurva átlátszó volt meg ez az Alien, és most megint ezek kidobjuk tényleg az űrbe. Really? Nem tudtunk jobbat kitalálni? Én ezt nem értettem a végén, hogy amikor ott szenvednek a daruval, miért nem repültek egyszerűen föl? Hát nem ott az volt űrbe? Rajta az idegen. Hát de ki az életben az űrbe? Marad az űrbe szerintem. Hát ez nem az élet, könyörgöm, itt nem marad életben az űrbe. Hát ez biztos? Nem, hát a nyolcadik utasban nem maradt életben az űrbe. Az Alien Isolation-ben viszont igen. Jó, de a nyolcadik utas az... Várjál, hogy van a kronológiai sorrend? A nyolcadik utas az később játszódik, mint a Covenant. Igen. Tehát ha a Covenantban, ha a nyolcadik utasban nem maradt életben az érjen az űrbe, akkor elvileg a Covenantban sem szabad. De azért nem marad életben az érjenben, mert ott kihajították effektíve. Nem tudott mivel kapaszkodni, ugye meg nem tud lendületet szerezni, tehát ő csak sodródik az űrben. De hogyha tud valamibe kapaszkodni, akkor nyilván fennmarad, és ő pedig az űrhajóba kapaszkodott, ugye akkor, vagy a hajóba, vagy ebbe a bányász szarba. Hát nem tudom, erről én azért nem vagyok annyira meggyőzve, de... Én úgy emlék, tehát mondom, én az Alien Isolation akkor nem játszottatok. Elkezdtem, de... Hát de hadd nézzeljen már a bizonyíték. Elvileg kánon, de whatever. Én úgy emlékszem, hogy azok megmaradnak amúgy. Amíg tudnak mibe kapaszkodni. Tehát ezek nem lélegeznek meg ilyenek amúgy. Meg a hidegnek is. Pont erről volt szó, hogy ez a tökéletes organizmus, de nyilván, hogy a szegény kivett sodródni az űrbe, akkor ott nem tudná. Ez tisztára olyan, mint a Ridley Scott az új Alien franchise-a, nem? Hogy megmarad, amíg tud mibe kapaszkodni. Amúgy, amíg vannak fogaszkodók, addig megmarad. És majd akkor valamelyik Alien 25-ben egyszerűen csak ilyen random űrhajóra hirtelen neki csapódik az a kihajtott Xenó, és akkor onnantól egy új film kezdődik. Jó, akit a nyolcadik utas elején kivágott a Ripley, az majd az Alien 40-ben landol a másik űrhajó. Hát mert amúgy elvileg a következő Alien filmnek amit ugye mondta Ridley Scott, hogy talán 18 hónapon belül már forgatni akarnak. Sok sikert. Annak már Alien Origins lesz a címe. Na most én azt tudom elképzelni amúgy, hogy ugye itt most a film végén ugye itt jött az Unhappy End, hogy ugye akkor a David van a hajón, van nála a facehugger, csemete, vagy mit tudom, ilyen babyke, amit ugye a torkából rántott elő, az amúgy tök király volt, az nekem tökre tetszett, hogy hogy vitte fel a hajóra, de ez ilyen kis apróság, nüansz, nem ettől lesz jobb a film, de hogy ott így létrehozza ezek a tojásokat, és akkor lehet, hogy így megtalálják őket, vagy ezt a hajót a tervezők. És akkor utána a tervezők lesznek a jó fiúk, és így a Davidet kell majd legyilkolniuk. És akkor így utána már össze lehet kötni ugye az Alien-nel, hogy akkor mégis felkerülnek valahogy ezek a tojások arra a tervező hajóra,
És így úgy találják meg utána a Ripley-ek. Én nem tudom, én a Space Jesus után már nem merek. De olvassatok utána. Too deep. It's a too thing. Deep. Tehát ilyen van, gyereke. Ez tök hát ezért megrázó, mert valóságos. Ez nekem nagyon tetszik. Ez durvább, mint akármelyik Alien, basszus. Ugye? Ugye? Alien versus Space Jesus. Meg amúgy, ami még így... Mint valami Angry Video Game Nerd epizód. Egy ilyen best of epizód. De ami még eszembe jutott, hogy az annyira király volt, hogy amikor a Davidnek ugye sikerül a terve, és ott furujázik. Felismertétek azt a dallamot? Nem. Az a Prometheusnak a zenéje volt, amit utána le is játszottak a show-nak a sírja felett. Tehát ugye volt biztos. Ott egy ilyen nagy zenekari vonózene. Nem, mert nyilván azért én is egyszer láttam. Hát azért, tehát én nekem meg friss volt az élmény. És ugyanaz a zene szólt akkor is, amikor a show-nak mutatták a sírját, meg utána ezt furuljázta az izé is, a David is. Ez itt a király volt, és én örülök neki. Még arról beszéljünk már egy keveset, hogy nektek hogy tetszett a főszereplő csaj? Mert szerintem jó volt. Nem egy jól gyíki, játszott, de, nagyon de a csaj. Majdnem az. De már majdnem. A karakter az olyan volt amúgy, mint a Ripley, mert a Ripley is az első élének az első felében ilyen tök mellékszereplő amúgy, és akkor utána egy hirtelen lett így cojones, és így tudjátok, hogy van ez? Mivel nemrég néztem meg a 8. utast, múlt héten valamikor, a Ripley onnantól kerül előtérbe, hogy a Dallas meghal. Ja, hogy ő lesz az izé, a kapitány. Addig, figyeljétek meg, ha majd újra nézitek a 8. utast, addig, amíg a Dallas él, addig szinte ő a főszereplő. Szinte ő szerepel addig a legtöbbet, nem is tudom, ki játsza Tom Skerritt. Tehát, hogy addig tényleg ő az abszolút főszereplő, talán mondhatjuk így, és miután ő meghal, a Ripley azután kerül előtérbe. Amit szerintem egy tök jó húzás, ez hasonló, mint ahogy az élet is csinálta, hogy a Gyllenhaal nem igazán volt ott főszereplő. Tehát oké, hogy ő maradt életben a legvégéig, most elmondhatom, talán most már lehet spoilerezni ennyit, de tényleg nem ő volt abszolút a főszereplő a filmben. Igen, amúgy ebben igazad van. És egyébként régebbre is vissza lehet nyúlni, mert ott volt például a legelső Evil Dead, na ott is például a Bruce Campbell egyáltalán nem főszereplő, ha belegondoltok. Nem szerepel többet, mint akárki más. Ja, meg a Pszichóban is, ott is, igen. Ugye nem az volt. Nem, ott a film felénél meghal a főhős. Mondjuk nem tudom, hogy így izgalmasabb lesz egy film, hogy így hirtelen főszereplőt vált? Vagy hát az Aliennél nagyon jól működött. Nekem ez most ült föl, mondom, hogy legutóbb újra néztem, és szerintem ez egy tök jó húzás, hogy a főhős tényleg akkor válik főhőssé, amikor a sztori is úgy indokolja, hogy ő neki kell lennie a vezetőnek. Ez egy tök jó húzás. Hát amúgy itt is a csajjal amúgy az volt, nagyon jól játszottam ugye a Katie Weathersen, azt hiszem úgy hívják, Watersen, bocsánat, amúgy ő volt a legendás állatokban is, ugye a lányka. Emlékszel rá, Freddy? Ugye? Ő volt az amúgy tényleg, és a csaj az jól játszott nagyon, de itt is a karakter az ilyen, nem hagyták beszélni ezt a nőt. Csak így annyi volt a karaktere, hogy a film elején ugye meghalt a Franco, ugye ő volt a fiúja, és ugye együtt akartak, vagy a férje volt, nem tudom melyik volt. Elég gyorsan túltette magát rajta. Egyébként. Hát éppen ez volt benne az érdekes, hogy ugye pont ezért volt ennyire hideg, és ezért nem akarta így annyira, hogy bazeg, most már ne csináljunk semmi más, bazeg, maradjunk a tervnél, és ne variáljunk. Igen. És utána itt valószínűleg ezért is lett ennyire tökös a végére, mert hogy már annyira tele volt a töke az egésszel, hogy most ekkora szívás van, és tök kompetens volt a csaj meg minden, csak egyszerűen nem volt neki karaktere. Ennyi volt az összes karakterjegye neki, hogy meghalt a férje, és most nagyobb felelősség van rajta. De azon kívül nem tudtunk meg róla semmit, és én ezt tökre sajnáltam. Jó. A Danny McBride-nak konkrétan amúgy nagyobb volt a drámája. Hogy tényleg szegény, amikor megtudta, hogy az asszony oda lett, és tényleg így nem akarták neki elmondani azt, hogy benyögték neki, az nekem sokkal nagyobbat ütött például, mint a főszereplőnek a drámája. És itt is valószínűleg azért, mert hogy már annyiszor elmondták, hogy de le akar menni megnézni, de nem lehet, mert ugye nem engedi, vagy ugye a protokollban nem fér bele, de ugye a protokoll az arra volt ebben a filmben, hogy leszarják. Meg az összes Alien filmben. 24-ben is így van. Igen, és így pont azért így a számomra például sokkal megérintőbb volt, mint bárki másnak a története. És a pici fehér Alien nektek hogy tetszett?
nem melyik tetszett. Melyik előmászott a... Hát az a kettő. Ja, az nekem túl, nekem nem tetszett se a dizájnjuk, meg volt, túl, igen, meg egyszerűen túl gyorsak is voltak, tehát igen. Nekem nem rémlik, hogy a régiek azok olyan ennyire fürkék lettek. Nem, hát, nem. Ez a Xenomorph se volt olyan amúgy. Átestek a ló túlsó oldalára. A legelső Alienbe, meg akár a bolygó neve halálba is, nem is annyira gyorsak voltak az Alienek, inkább ilyen nagyon szívósak. Aha, nagyon erősek. Robosztusabbak voltak. Ez meg olyan volt, mint egy Velociraptor amúgy. Tehát volt is ugye, amikor megjelent a David, ez a Jézus séróval, tényleg ez ilyen hosszú volt, egész fura volt, hogy nagyon a Fassbender ez a séróval, de whatever. És így ott például álltak ott a magas fűben, és az egy tök izgalmas jelenet volt amúgy szerintem, meg hogy így beugrott a David ugye a csaj elé, és így a karjával lekapta ezt a másik fehér xenomorfot, az például tök király jelenet volt. Én azt vártam, hogy így elveri, vagy valami, így le fogja nyomni ott azt a kis szart, és így hát amúgy sajnos nem, pedig azt megnéztem volna. Jaj. Meg utána, hogy amikor már ugye nagyok voltak, és ugye ott a David ott megpróbálta idomítani ezt az idegent, hogy itt tudott, leállt el, és akkor megjelent mögötte a Billy Crudup. Az jó jelenet volt. Mondjuk. Nem tudom, mi volt a neve amúgy a pilótának, vagy a kapitánynak. De, például, de az is így annyira király volt, hogy tényleg ott áll előtte a David, és ugye a Xenomorph, vagy ezek a lények úgy láttam, hogy csak a szerveseket támadják meg. Mert szerintem az idegen a régiekben sem bántotta az. De a Bishopot, igen. A Bishopot, igen? Igen. Ilyen, az a királynő volt, de hát az meg mondjuk egy nagy benga szar volt, az meg lehet azért, nem tudom, hogy... Ez aztán magyarázza. Ne légy szexista. Na, de ne! Ez nem azért, mert nem a benga nők az ilyenek, hanem az idegen királynő. De már nem jössz ki. Hát amúgy, ja, hát de ennyit a politikai karrieremről. Whatever, és... Azt például így nem tudtam hova tenni, de utána én azt hittem, hogy a csávót meg meggyőzi arra, hogy ne bántsa az idegent, és így annyira tetszett, hogy azért csak szar állőtte, az hogy hagyjon volt, meg. Az jó volt. Az annyira király volt. Az menő volt, igen. Jó. De amúgy tényleg voltak tök jó jelentek a filmben. Ja, meg tényleg még, ami még eszembe jutott a... Amikor már ott bohóckodtak ott ezen a bányászhajon, és ugye a csaj kiment, és akkor ugye felcsatolta magát ott a hajóra, meg innen, és akkor próbálta ott elkapni a xenomorfot. Ott annyira látszott a green screen baszki, tehát tényleg ilyen kockás volt, vagy ilyen pixeles volt a csaj körül így a kép. Ez nektek nem tűnt fel? Nem. Szinte láttam a zöld hátteret, bassza meg. De már nem tudom, hogy ott szóra van, hogy Gergő megkérdezi, hogy az nektek nem tűnt föl, és mi egyszerre szinkronban. Na, de én például ezt a Davidnek így az állán a sebet például nem figyeltem. Úgy, mint ahogy Freddy például. Tehát ő a hibát kereste, én is megtaláltam a hibát mondjuk, de... annyira nem kellett egyébként keresni. Tehát nem, mert annyira könnyen adja magát a film. Annyira... Nem tudom, hogy faszmódon van megírva a film, vagy... Hát, ha már Fassbender van benne. De tényleg olyan amatőr hibákkal volt tele, és annyira idegesítő tud ez is lenni. A Prometheusnál is volt egy csomó ilyen, de itt még bántóbbak voltak. És azért mondom, hogy tele van hülyeségek a Prometheus, de ott úgy azért úgy erősebbek voltak a jó részek. Itt egy picit úgy visszavettek belőlük. Uh-huh. Igen, nem úgy, most, hogy így beszélünk róla, én is kicsit kezdem átértékelni a Covenantot. A kezdeti jó vagy rossz irányba? Rossz, mert a kezdeti lelkesedésem az kicsit leapadt, és most jövök rá, hogy én a Prometheus évekkel ezelőtt láttam, és sokkal több mindent tudnék visszaidézni abból, mint a Covenantból, amit egy heten néztem meg moziba. Igen. Igen. De amúgy nem egy rossz film, tehát tényleg csak nem szabad tőle túl sokat várni. Az a baj, hogy ennek ellenére egy picit többnek akar látszani, mint ami. Szerintem több is, mint ami. Több, mint egy Alien film. Tehát én pont ezért tetszett nekem jobban, mint mondjuk így a többi Alien mozi, bár jó, most a bolygó neve meg a 8. utas, az tényleg tök fasz a film, de például azért jobb, mint a... Az meg nem teljesítmény mondjuk, hogy a végső megoldásnál meg a feltámad a halálnál jobb. Hát a 3 meg a 4, ez nem tette olyan túl magasra azért a mércét. De szóval szerintem úgy az átlag látványfilmekhez képest, amiket mostanában láttunk, szerintem azért sokkal bátrabb, még így is meg érdekesebb. Hát a sötét 50 árnyalatánál jobb. Hát az hallod. Annál még egy falfesték is izé komplexebb. Annak is több árnyalata van. Én csak ismételni tudom magam, ennek a filmnek a legnagyobb hibája, hogy idén volt az élet.
Egyébként ez majdnem ugyanaz, mint amikor volt az a Kevin Costner-es film a Három nap a halálig, vagy mi az Isten volt annak a címe, és azzal poénkodtak, hogy hát még szerencse, hogy nem ez az új Elrabolva 3, aztán kiderült, hogy az a Kevin Costner-es film az mérföldekkel jobb, mint az Elrabolva 3 volt. Vagy mint ami ugye volt a Die Hard 5-nél, hogy sokan mondták, hogy a támadás a Fehérház ellen az igazi Die Hard 5, és tulajdonképpen tényleg. Hát, vagy az Elnök végveszélyben. Tehát igazából mind a kettő jobb volt annál, mint igen, a Die Hard volt. Igen. Ezt most a sebet ne tépjük fel. Jobban belegondolva kezdek én is abba az irányba hajlani, hogy hát az élet lehetőleg jobb volt. Most, hogy így végigbeszéltük. Szerintem nem. De ez én vagyok nyilván. Tehát mondom, ez is egy borzasztó megosztó film. Szóval tetszik, hogy a Gergőt ebben az adásban olyan sokszor kisebbségbe sodorjuk. Ez egy teljesen új érzés itt nekem. Ha meg mégis beszél, akkor meg nem értjük, hogy miről, mert mindig kérdezi, hogy emlékeztek? Nem. Azt észrevettétek? Nem. Az olyan szomorú. Várod vissza Black Sheep-et, mi? Viccen kívül várom vissza, mert ezek, hogy haladjon inkább visszafelé. Majd, hogyha megtudja, hogy Christmas vagy Holiday Special lesz, akkor majd siet. El sem megy nyaralni, akkor marad itt, nézi a Holiday Special. Itthon holidayezik. Jó van. Na, hát írjátok meg ti is, hogy ti hogy álltok ehhez a filmhez, hogy inkább a negatív oldalt választjátok, mint szerintem a többség, vagy azért kiálltok-e mellette, mint a kisebbség. Amúgy nem egy rossz film, tehát amúgy nézhető, tök jó. Nem, vészes. De én sem mondom, hogy fantasztikusan jó film, még nem pontoztam IMDb, de egy hetest adok rá, tehát azt mindenképpen. Én is leviszem hétre szerintem. Egy hatost adtam. Nálam annyit ér, mert tényleg kurva nagy hülyeségek vannak benne, és tényleg nem oda megy, ahova kéne, de még így is rohadt izgalmas. Jó. Na, akkor... Ez lett volna a 122. adás. Köszönjük szépen Sorternek, aki viszonylag röviddel adás előtt csatlakozott be ide a felkészülésbe, és megnézte ennek elnére a vörös kört, úgyhogy meg vagy dicsérve. Köszönöm szépen én is, hogy hívtatok. És én is megdicsérem magamat, hogy a dílert megnéztem. Hát azért én is megdicsérlek. És végignézted inkább, nem az, hogy elkezdted, hanem végignyomtad. Igen. Ja. Gergőt pedig megdicsérjük, mert annyira szeretett volna kiállni az Alien mellett, csak hát annyira nem mi voltunk a legjobb közönség. Ja. Jó, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, és akkor találkozunk majd júniusban. Filmes felhozatal szerintem még mindig tré mostanság, de Gergő biztos talál valamit. Hát más nem a Karib-tengeren. Megyek a Karib-tengerre, meg hát jövő héten lesz a Wonder Woman, nem? Ó, az téged óriási. Nem izgat, nagyon, de... Már megyek a VIP moziba hússörrel. Sörözni? Igen. Jó. Az egyébként úgy igen? Még lehet, hogy jót is tenne a filmnek, tehát egy Wonder Woman-nél még el is tudom képzni. Ott az lenne a legjobb rész, amikor kimegyek brunyálni. Csak azért csörözni, hogy ki kelljen menned át, és találjál valami értelmes indokot arra, hogy elhagyd azon kívül, hogy gyenge vagy. Ja. Így. Na, akkor köszönjük szépen, tartsatok velünk legközelebb is, és küldjetek intro szignálokat. Nagyon várom őket. Sziasztok! 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 Csapó. A Filmbarátok Podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásoknak. A népakarata rovatba küldhetsz legfeljebb 3 filmet, kötelezően IMDb linkkel és ha rendes vagy magyar címmel együtt. Mindezt több platformon is elküldheted üzenetként, akár a Filmbarátok Podcast Facebook oldalon, vagy akár YouTube-on a Filmbarátok Podcast profilnak, de legegyszerűbb akár e-mailen a rosszpéciátikokukac@gmail.com, vagy a filmbarátokpodcast@gmail.com címre. Ugyanez igaz a villámkérdésekre is, ott ráadásul annyit küldhetsz, amennyit akarsz. Ha tudni szeretnétek, hogy milyen filmekről beszéltünk eddig, nézzetek fel a filmbarátok.blog.hu oldalra, ahol a keresőmező megmutatja, hogy miről és melyik adásban beszéltünk. További jó szórakozást kívánok az adásokhoz, sziasztok!